Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Boldog új évet kívánunk mindenkinek, nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast negyedik évadának első adásában, engem Gellérfi Gergőnek hívnak, és a mai adásban nem csak az utánozhatatlan Mészáros Sándor van itt velem. Szia, Sanyi! Szervusz, üdvözöllek, boldog új évet kívánok minden kedves hallgatóknak, és szeretném jelezni, hogy itt van velünk a még utánozhatatlanabb. Jánvári Zsolt, aki ugye a Formula Podcast technikai igazgatói címét viseli, nagy örömünkre most már többedik alkalommal látogatott el hozzánk. Szia, Zsolt! Sziasztok, és boldog új évet kívánok mindenkinek én is! Ugye azért hívtunk meg téged, Zsolt, az adásba, mert nagyon gyakran merülnek föl technikai kérdések. Néha úgy köztünk is, meg a Formula Podcast Facebook csoportban elég gyakran, és ha van olyan szeglete a Formula 1-nek, amiben mindkettően nagyon kevéssé mozgunk otthonosan, az ez a rész, a technikai rész. Viszont ugye egyrészt úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell adni a hallgatóinknak arra, hogy a csatornánkon ilyesmiről is hallhassanak. Másfelől pedig ugye ki lenne alkalmasabb ember megválaszolni az ilyen kérdéseket, mint azon nagyon kevés magyar ember egyike, aki ténylegesen Formula 1-es autókon dolgozott. Ugye ez a megfogalmazás, ez így pontos. Igen, ez így pontos, és azon gondolkodtam, hogy gyakoroltad-e a felkonfot, mert olyan szépen elmondtad, hogy öröm volt hallgatni. Nagy rutinja van már ebben neki. Negyedik évad, tudod, azért valóban gyűlik már a tapasztalat. No de, ugye rengeteg kérdés érkezett, és arra vállalkoztál, miután egyeztettünk, hogy az összes kérdésre válaszolni fogsz, úgyhogy itt mindet föl fogom tenni neked. Nyilván lesznek olyanok is, amihez Sanyi is hozzá fog szólni, én meg legfőjebb majd belekérdezek valamibe, ha még eszembe jut. Nagyon sok kérdésünk van, és nem ígérjük, hogy mindegyikre hosszú és részletes választ adunk, vagy hát adsz nekünk, de tényleg neki megyünk az összesnek bátran, úgyhogy kezdjünk is bele. Csóka Pali, állandó hallgatónk, régi barátunk a következőt tette föl. Azt mondja, mivel dolgoztál kerékcseréken is, mesélhetnél arról kicsit, hogy hogyan tréningeznek rá az illetékesek, és szerinted mi a különbség, a fő különbség, vagy miből fakad a különbség a Red Bull féle 2 másodperces kerékcserék, és mondjuk a Ferrari és a Haas relatíve lassabb kerékcseréi között. Na nézzük akkor, tehát hogy hogyan tréningeztek a kerékcserére? Hát akkor csapjunk bele. Annyit szeretnék elmondani előjáróban, hogyha itt nem is lesz időnk kifejteni nagyon bőven néhány kérdést, vagy nem válaszolunk meg néhány kérdést. A podcast csoportban majd igyekszem válaszolni mindenkinek személyesen is, ahogy időm engedi, mert rengeteg kérdés érkezett. Kerékcseréről elmondva, hát a tréning program az gyakorlatilag folyamatos és megállás nélküli, csak azonkon a napokon nem tréningeznek a srácok, hogy nem tréningeztünk, amikor konkrétan szabadságon vagyunk, tehát a téli leállás idején, ugye a karácsonyi szünetben és a nyári 2 hetes szünetben, egyébként minden nap 2-szer. Ment a gyárban reggel 10-kor és este 4 órakor, ezt megfejelve az utazó csapat tagjainak általában legalább heti 4 napi edzéssel, ami úgy néz ki, hogy edzés, pit stop practice, és utána délután is pit stop practice. Ezt általában a gyárban bonyolítják le a srácok egy régebbi autóval, amit nagyon egyszerűen néhány dolgozó begurít a box, a felrajzott boxba, ki van alakítva egy sarok minden gyárban, ahol egy box föl van festve, ugye a szalagokkal, a mérő rácsokkal, föl van állítva ugyanaz a felszerelés, mint amit a pályán használunk, és ott ismétléses módszerrel folyamatosan gyakorolják, legalább 10-15-20 alkalommal minden délelőtt és minden délután, plusz variációval, ahol a mérnökök különböző szkenáriókat találnak ki, hogy most akkor első szárnyszögállítás, orrkúp csere,
nem jön le a jobb belső, nem megy fel a bal hátsó, büntetés kapott a csapat, 5 másodperces büntetés, 10 másodperces büntetés, ezt mind megállás nélkül gyakorolják. Pluszban az újoncoknak pedig vannak a nagyobb csapatoknál gyakorló gépek, ahol egy elektromos rendszerrel mozgatják a kereket, egy darab kerékpadár felszerelve, és gyakorlatilag a teléknes beül, betérdel emelni a gép mellé, és a gép, mint a teniszlabda adogató rendszerek, biztos láttatok már ilyet, folyamatosan hozza a kereket, viszi a kereket, hozza a kereket, viszi a kereket, és ő a kulcsa, gyakorolja a pozícionálást. Gyakorlatilag ez az egész arról szól, hogy az izommemóriát olyan iszonyatos szintre fejlesszék, hogy már ne kelljen neki azon koncentrálni, hogy hogyan talál be, hanem izommemóriából, hogyha a driver jól jön be, akkor neki már annyira bele van ívódva mozdulatsor a kezébe, hogy rá fog találni a kulccsal a kerékanyára. Úgyhogy röviden ennyi. Iszonyatosan sokat gyakorolnak. Ugye versenykor pedig, tehát szezon közben pedig ugyanez megy minden nap box utcában. Amint kész van az autó, amint az egyik autó olyan állapotba kerül, hogy kerék lehet tenni, akkor ott azonnal kezdődik a gyakorlás, azt is minden reggel. Egy elég durva gyakorlás, legalább egy 20 beállásos. És hát gyakorlatilag ennyi, aztán a versenyen mindenki megpróbálja a lehető legjobb tudását nyújtva, a lehető legrövidebb idő alatt végrehajtani a feladatot, kivéve mikor közben csúszik valami hiba. Nyilván. Sanyikám, a helyszínen te ezeket a gyakorlásokat szoktad figyelni, vagy túl korán vannak ahhoz, hogy ott legyél? Nekem az egyik kedvenc elfoglaltságom ezeket a tréningeket figyelemmel kísérni. Zsoltinak a vérét is számos alkalommal szívtam. Nem, soha nem állt ott vigyorogva. Ilyen alkalmakon imádtam nézni, és engem őszintén megmondom, hogy elképesztő büszkeséggel töltött el akkor is, meg azóta is, hogy láthattam azt, hogy egy honfitársunk egy ilyen hihetetlenül összetett, komplex, bonyolult és nagy mentális és lelki teherrel járó feladatban szerepet vállal olyan szinten, ahogy azt a Zsolti csinálta. Tehát azt semmi máshoz nem lehet hasonlítani. Egyébként az én meggyőződésem az, hogy azt a, de ezt majd te meg fogod erősíteni, Zsolti, hogy azt a lelki állapotot, meg azt a mentális állapotot, ami a kerékcserénél van, azt egész egyszerűen nem lehet utánozni. Én mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint amilyen például a labdarúgás világában, hogy onnan hozzak egy példát, például amikor a világbajnoki döntő, vagy a bajnokok ligája döntő 11-esekkel dől el. Hogy a világ összes 11-esét letréningezheted, a világ összes szabadrugását elrúghatod edzésen, amikor semmiféle teher nincs benne a 120 perc a lábadban, nincs benned az a feszültség, amit az adrenalin löket, amit maga a mérkőzés jelent, amikor oda kell állni, leteszed a labdát, és el kell rúgni. Azt az állapotot egyszerűen nem lehet reprodukálni. Én szerintem ez ugyanígy van a kerékcserékkel. Nekem ez szent meggyőződésem, és biztos vagyok benne, hogy te engem meg fogsz erősíteni ebben. Nagyon jól gondolod. Annyit még hozzáfűznék az előzőhöz, hogy az FOM az kimondottan kéri, hogy a csütörtöki délutáni kerékcsere edzést azt a box utca látogatás idejében csináljuk, egyfajta show-t generálva a box utcában lévő látogatóknak. Másodszorban egy sokuk által ismert, nagyon jó újságíró kollega írt egy nagyon jó cikket a kerékcserékről, érdemes rá googlizni, hiszem valami Mészáros Sándor. Jaj, jól emlékszem. Hallottam már ezt a nevet. Egy igen kitűnő cikket írt róla Sándorunk, és maximálisan meg tudom erősíteni, szavakkal leírhatatlan dolog, ki kell oda állni, ki kell menni, folyik a füleden az adrenalin. 420 millió ember nézi vasárnap a tévén a Forma 1-et. És kik, akármennyire is az van benned, hogy nem akarsz, ki kell menni, mert be fog jönni az autó, és meg kell oldani, mindennek működnie kell. Sípol a füledre a rádió, jön be, jönnek a jelzések, hogy 30 másodperc, 20 másodperc, felállsz, leveszed a gumitakarókat, felveszed a gumit, kirohansz, mindenki pozícióba, beállsz a bal hátsó kerékhez, tartod azt az istentelen forró kereket három ujjal, váltogatod az ujjaidat, mert forró, nem akarod, hogy megégjenek. Elnézel bal, és azt látod, hogy iszonyatos tempóban ott jön egy autó. Ez ott relatív gyógy, tehát 80-nal jön, beöltözve tűzállóba, szakad rólad a víz, párásodik a sisak, nézed, és nem hiszed el, hogy ez ott meg fog állni. És nem léphetsz el, nem mehetsz arrébb, mert ott kell lenned, és imádkozol, hogy nem hiszed, hogy meg fog állni.
aztán valahogy bejön, valahogy megáll, és ott jön képbe az izom memória, hogy ott ne kelljen az embernek saját magát erőltetni a mozgásra, meg végig gondolni, hanem ott már izom memóriából kell, hogy megtörténje, hogy ahogy a kulcs elindul befelé, már ott megindul a mozdulat, mert benne van egyszerűen a kezedben, hogy látod, hogy a kulcs elindul befelé, és neked már ott akkor mozdulni kell. És ezért kell ez az iszonyatosan sok gyakorlás, hogy ez egy ilyen táncszerűen van megkoreografálva, de szép szó, megkoreografálva. És ugye mindenkinek mindennel szinkronba kell lenni. És hát életem leghosszabb 3 másodpercei. Ami még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, de majd ezzel kapcsolatban is megcáfolsz, hogyha nincs igazam. A legtöbb csapatnál ezért nem jár semmi, még egy nyalóka se pluszba. Igen, ez a legszebb az egészben, hogyha jól csinálod, soha senki nem fogja azt mondani, hogy na, gyerekek, ez nagyon jó volt. Viszont, mint említettem, 420 millióan néznek a tévében, plusz a főnököd néz, mindenki néz. Ha egyszer elrontod, akkor örökre leszel az a srác, aki elrontotta. Te vagy a világ hülyéje. Ez óriási, te óriási vagy nyomás hülyéje. Alá. Igen. Igen, ahogy mondod, hogy te leszel a világ hülyéje, mert hiszen a néző azt nem tudja, hogy ez miért romlott el. Nyilván utána a néző tovább lép, meg nem foglalkozik vele, de az embert utána furdalja, meg mardosra belülről az, hogy mindig emlékezni fog. Hogy tudnám ezt? De menjünk a következő kérdésre. Lépjünk. Szerintem is, főleg mert itt volt ennek egy másik fele, ez valószínűleg rövidebb lesz. Ugye azt elmondhat, hogy rengeteget gyakoroltak. Valószínűleg ez minden csapatnál így van. Akkor hogy van, hogy egy csapatnál mondjuk 2,2 az átlag, másoknál meg ott 3 fele majdnem? Mi a különbség, hogy mennyit hajlandóak kockáztatni? Többet gyakorolnak, többet kockáztatnak, nagyobb szerencséjük van, könnyebb a rendszerükkel dolgozni. Ugye emlékszünk a Ferrari-nek például a 2018-19-es szezonban volt egy elég nehezen engedelmeskedő kerékanyag rendszere. Ugye az emlékezetes HASZ dupla kerékcsere probléma, ami után embereket láttam konkrétan érzelmileg összeomlani és egymás vállán sírni, azt iszonyatosan nehéz volt feldolgozni. Nem tudok rá más megoldást mondani, hogy miért gyorsabb egyik csapat a másiknál. Nagyobb összhang, régebb óta vannak együtt a csapat, a kerékcserét teljesítő csapattagok. Ugye ezeket kornerenként, ez a 3 ember, aki egy-egy keréken van, nekik iszonyatosan össze kell szokni, és amikor jön egy új ember, ott azért az érezhető, hogy nagyon lelassul a dolog, mert nem bíznak egymásban, nincs még annyira benne, nem tudja még olyan pontosan csinálni. Úgyhogy valószínűleg azért gyorsabbak, mert hogy a kohézió jobban van náluk, régebb óta vannak együtt azok az emberek, vagy technikailag egy picit valamilyen dolguk jobban működik, mint a többieknek. Ugye rengeteg technikai dolog van e mögött, amiről megint azt tudom mondani, hogy a kiváló Sándorunk kiváló cikkét érdemes föllapozni. Na, ne dicsérjük agyon, mert elbízza magát. Jöjjön egy személyesebb kérdés, Zsolti. Zsoldos Attila kérdezi, ha ez publikus, miért hagytad ott az F1-et? Ugye jelenleg nem az F1-ben dolgozol. Miért van ez így? Életkor, család, pénz. Mennyi? Hát nincs, az életkor biztos, titkok. Hogy nem befolyásol, ne viccelj már. Nem abban a szempontból igen, hogy 42 évesen nem fogok 23 versenyt ugyanannyi pénzért megcsinálni, mint amennyire 16-ot csináltam, mert ahhoz már öreg vagyok. Na jó, nem ezt éri, nem éri meg, figyelj, de nem variálok rajta, pénz, család, jó, pénz, nincs erről mit. Figyelj, akkor lépjünk is tovább, mert kapcsolódik. Szabó Ildikó kérdezi, hogy várható-e, hogy visszatérj az F1-be, ez alapján kezdem sejteni a választ, és kiegészíteném Ádám Richard kérdésével, ha visszatérnél, és te választhatnál egy csapatot, akkor hova mennél? Ez utóbbi egész izgalmas kérdés. Én tudom a választ erre a kérdésre. Igen, hát a régi kedvenchez. A Red Bullhoz, meg az új kedvenchez, az Audihoz. Nincs soha, nem mondta, hogy soha nincs leírva ez a dolog, jelenleg nem látok olyan konstrukciót. Voltak megkeresések, vannak tárgyalások, vannak tapogatózások, de vagy az van, hogy valakinek olyan pozíciót kell kínálni, olyan fizetését, mert azt mondja, nekem ezért megéri visszamenni a középmezőnybe, ami már ugye volt, vagy nem feltétlenül olyan anyagi csomaggal, vagy hogy mondjam ezt, de viszont értjük. Valós eséllyel arra, hogy világbajnokságot lehet nyerni, vagy szerelemből, de az ugye az Audi vagy a Red Bull.
De itt képbe jön az, hogy én nagyon-nagyon-nagyon rossz pályán mozgok az elektromosság, ugye nagyon kevés elektromos szakember van a csapatoknál, ezért nagyon lassú az üresedés. Ugye, de ha nincs kizárva. Ha valaki esetleg nem tudná, azt hiszem ma még nem hangzott el, ugye a Williamsnél is a háznál dolgoztál, és itt a következő kérdés, ez is még Szabó Ildikó, azt mondja, van-e olyan ex-kollegád, akár a Williamstől, akár a háztól, akivel barátok lettetek, napi szinten kapcsolatban vagytok, és akár hallasz is ezt-azt, hogy mi zajlik a csapaton belül. Nyilván nevet nem kell mondani. Gyakorlatilag az egész box utcával ilyen a kapcsolatunk. Rengeteg nagyon jó életre szóló barátság kötődött. Ez nem is működhet máshol, hogyha egy csapatnál dolgozol egy évet, vagy egy fél évet, ott olyan szinten kapcsolódsz a többiekkel a rengeteg közös szívás és kihívás által, hogy ez a életre szóló kötelékeket hoz létre. Rendszeresen beszélek a Williams-es srácokkal, a Halsz-os srácokkal, de nagyon sok más emberrel a Box utca összes csapatától, hiszen ez egy nagyon kis világ, és ha nem is az F1-ben, de előző, karrierem előző állomásai során azért nagyon sok emberrel együtt dolgoztam, aki ott van a Box utcában más csapatoknál. No, ismét egy személyesebb kérdés. Remélem nem baj, hogy így érdekled a hallgatókat, illetve a követőket. Azt kérdezi Bajomi Nagy Attila, Szevasz Attila, hogy mire vagy a legbüszkébb az F1-ben töltött időszakból? A Formula magazinos díjamra, amit tőletek kaptam, az egy nagyon szívhez szóló dolog volt, és a magyar nagy díjakra, arra, hogy ott állhattam a magyar nagy díj rajtrácsán, könnyes szemmel énekelve a himnuszt, arra nagyon büszke vagyok. Egyébként nem szoktam így büszkékedni a dolgaimmal, nekem ez a munkám, megyek, csinálom, legjobb tudásom szerint. És itt röviden így ennyi. Itt én is megszólalhatok egyébként? Bármikor megszólalhat. Oké, csak azért, hogy itt, hogy mire a legbüszkébb is volt, hagyd mondjam el, hogy azért nekünk is van rengeteg okunk arra, hogy büszkék legyünk rá. Tehát azért az egy elképesztően jó érzés, amikor a pedok forgatagába jössz-mész, és ott van kvázi a testvéred, és te meg tudsz állni, beszélgetsz vele, információkat kapsz tőle. Ha máshol nem, akkor egy kicsit megcsipkedjük egymást, mert látod, hogy a másiknak nincs olyan jó kedve. De azért ez egy piszok jó érzés, amikor mondjuk elköszönsz a másiktól, és akkor a kollégák megkérdezik, hogy fú, de ez ki volt ez a csávó. Azt a mindenit. Hogy ez milyen jó fej ez az ember, meg hogy milyen sok mindent tud erről a sztoriról, meg hogy de jó, hogy neked honfitársad van itt egy csapattál. Az azért piszok jó érzés tud lenni. Amellett a rengeteg dolog mellett, amit mit tudom én, amikor azt látod, hogy mész, és akkor konkurens csapatoknak a főnökei bemondják a Zsoltinak a hellót, hogy szevasz, hello, mert tudják, hogy kicsoda. Tehát ezek az olyan érzések, amiket nem lehet igazából átadni, csak meg lehet élni, meg lehet tapasztalni. Igen, nem szoktam a szakmai sikereimmel büszkélkedni, de nagyon büszkén vallottam magam magyarnak mindig is a Box utcában, az ott előforduló magyar kollégákkal egyetemben, hogy magyarként mi ezt is meg tudtuk csinálni, hogy ideig is eljutottunk, de nem szoktam reklámozni. No, menjünk át valami egészen más területre, ez nem személyes, legalábbis remélem, ugyanis az ipari kémkedésről lesz szó. Ádám Attila elég hosszan fogalmazta meg a kérdést, kicsit lerövidítem. Ugye alapvetően itt az elmúlt évek botrányairól, eseteire utal, mint például ugye most a zöld Red Bull, tavaly az Aston Martinnak volt ugye a zöld Red Bull ügye, és a Red Bull is ugye zöld Red Bullokat iszogattak a Red Bull szerelők, ugye ez elleni, mint egy tiltakozásként. Na, lényeg, ami lényeg, hogy hogyan lehet bizonyítékot szerezni arra, hogy ellopták a tervedet, vagy bármilyen műszaki megoldásodat, mérnöki megoldásodat, és hogyan tudunk ellene védekezni? Nem tudom, hogy erre neked mennyire volt rálátásod. Olyan, hogy van. Ugye én is voltam ebben a cipőben. Lopták a terveidet? Nem, de viszont nagyon komoly szabályozások vannak arra, hogyha az egyik csapattól eljössz, és átmész egy másik csapathoz, akkor mit lehet, és mit nem lehet. Tehát
igazából nem ipari kémkedés, meg tervrajz ellopás van, hanem egész egyszerűen az van, hogy egy emberedet elviszik. Uh-huh. Egy más csapathoz, ugye itt azért van gardening leave, ezt néha megpróbálják kijátszani ilyen-olyan pozíciócserékkel, lerövidíteni esetleg. Van olyan, hogy elhagynak véletlenül tervrajzokat, vagy kiesik egy furgonból egy karosszéria ős minta véletlenül ott a ködös Albionban egy eldugott sikátorban, és azt megtalálja valaki más, tehát ilyenek megesnek. De konkrétan olyan jellegű kémkedés, hogy a takarítónőt megkeresik a ellenfél csapatnak a főnökei, és meggyőzik arról, hogy egy messziről is szabad szemben jól látható pénzösszegéről éjszaka fényképezzen körbe. Ilyen jellegű kémkedés nincs. Vagy legalábbis nem tudunk róla. Vagy nem tudunk róla. De nem hiszem, hogy lenne, hiszen nem kell, mert van saját útfőből nekik annyi tudásuk és rutinjuk, hogy saját útfőből dolgozzanak, meg nagyon sok csapat nagyon hamar felismerte azt, hogy ha lemásolod az ellenfeledet, akkor maximum ugyanolyan lehetsz, mint ő, de te gyorsabb akarsz lenni. És igen, ahhoz muszáj a saját kutfőből jövő innováció, meg általában mire ezek a dolgok kiderülnek, addigra túl késő. Tehát maximum majd a jövő évi, ahol tudná használhatod fel ezt a tudást. Ezért is van az a szabály benne, hogyha átmész egy másik csapathoz, csak fejből dolgozhatsz. Hogyha bárki, mert azért az FI és az FOM-nek hozzáférése van a csapatok szervereihez, és csak rendszeresen nézelődnek, tehát ez konkrétan minden fájt ellenőriznek, és ha bárhol megjelenik egy olyan egy fénykép, vagy egy tervrajz, mondjuk a Williams-nél egy haszlagos tervrajzot én föltöltök a szerverre, akkor engem azonnal kirúgnak, a céget azonnal beperelik, iszonyatos pénzbírságra kötelezik, úgyhogy ezek a dolgok annyira nem dívnak, így a klasszikus, hogy egyik helyről másik helyre viszik a tervrajzokat, fejből kell dolgozni. Tehát amit én láttam a Williams-nél, azt a használhattam, de nem, tehát fejből kellett megoldjam. Világos, világos. Szeder János is a kémkedés témakörében kérdezett, méghozzá telefonokkal kapcsolatban. Ugye, hogy az ilyen olyan helyeken, ahol bizalmas információk, főleg, hogyha vizuálisan is látható bizalmas információk fordulnak elő, ugye gyakran vagy le kell ragasztani a telefon kameráját, vagy le kell adni a belépés előtt a telefont. Van-e valamilyen protokoll? Nyilván itt elsősorban azoknál a csapatoknál, ahol dolgoztál, hogy a telefonnal hogy kell bánni. Nagyon komoly szerződések vannak erre nézve, nagyon fenyegető, fizetendő pénzösszegekkel. Sándort itt meg kell majd idéznem, mert Sándorra volt olyan, hát nem is a nem a eseményünk, de hát hál' Istennek sokszor Sanyi fizetett? Volt a szituációban, ahol Sándorra bejárkáltunk kicsit a garázsba körülnézni. Hál' Istennek volt a lehetőségünk, hogy több embert is bevigyünk egy kicsit a garázsba körbe nézelődni, megmutatni nekik, hogy hogyan működik ez. Mert ezen kívül senkinek nincsen esélye arra, hogy valaki is bármikor bemenjen egy garázsba, csak akkor, hogyha valaki behívja őket. És ugye ott is ugye Sándorra rögtön azt szegezték az első kérdés, hogy fényképezni csak és kizárólag előről. Igen. Hátulról nem fényképezheti az autót, vagy a motort, vagy bármit. És biztos lehetsz benne, amit Sándornak is elmondani. Tehát, hogy ha megpróbálhatod, de valaki ki fogja verni a kezedből, és ugye senki nem akarja ezt. Te magad sem akarod azt, hogy téged oda beengedtek, és konkrétan kiverik a kezedből a telefonot, hogy megmondtuk, hogy nem fényképezhetsz. Úgy jársz, mint Betlen Tamás, akit Ross Brown személyesen hajított ki annak idején. Egyébként... Igen, és ez egy olyan dolog, amit pláne az olyan ott dolgozó személy, mint Sándor, hogy soha nem fogod magadnak megengedni azt, hogy te ezt megkockáztod. Gyakorlatilag a jelenlegi mezőnyben nincs olyan csapat, akinek ne bukkantam volna már fel valamilyen formában, vagy garázslátogatáson, vagy ugye így sessionre néha beengednek, ott van középen egy ilyen buborék, ahol meghúzhatod magad, és hallgathatod a csapatrádiót külön engedéllyel. Én így beturnéztem már pedokot oda-vissza többször is, és például voltam szemtanúja egy olyan esetnek, amikor ilyen VIP vendégeket hoztak a Red Bullhoz, és ugye elmondták nekik ott, hogy akkor itt legyenek olyan kedvesek, hogy itt fényképezni csak, amikor átviszik őket a garázson, a pitlénről befelé az órát az autónak maximum, ott lehet fotózkodni.
És ilyen hiperkedvesek ezek az ilyen kísérgető emberek, akik így megmutatják neked azt, hogy mi is ott a dörgés, és soha felejtem el, hogy egy hölgy kísérte ezt a csoportot, és egy idősebb papa az úgy természetesen, ahogy az szokott lenni ilyenkor, hogy nem lehető, azonnal elkezdte hátulról ugye a megbontott autót fotózni. És az a hölgy, aki addig olyan hiperkedves volt, hogy tényleg kenyérre lehetett kenni, az mint egy vadállat úgy rontott rá, és parancsolt rá, hogy azonnal tegye el, és megkérte, hogy ott a szeme láttára törölje ki azokat a képeket a telefonból. De tényleg, mint a sakál úgy ugrott neki az öreg szivarra. Ez pontosan így van. Majd a szívinfarktus kapott az ember, annyira megijedt. Ez a munkakörű leírásához tartozik, neki erre figyelnie kell, hogy bármi kijut, akkor őt kérdőre mondják, hogy ez hogy történt meg. Biztosan így van. Ez egy nagyon-nagyon szigorú. Hát dolgozóként meg aláírod, hogy önként és dalolva aláveted magad a szerződés szerinti fenyegetésnek, hogy heted íziglen a felmenőidet kiírtják, beperelnek, lecsuknak. Szülők nyugdíját elveszik, persze. Mindent. Nagyon szigorú szabályozások van. Mindent elmond a szerződések visszatartó erejéről, hogyha nem olyan zokni van rajtad, ami elő van írva az itinerben, akkor 250 fontot fizetsz. De figyelj csak, hogy kérdezzék meg egyet. Ugye vannak ezek a travel kitek, ugye... Igen, pontosan erről beszélünk. Amikor a reptéren járkálsz szerte a világban egy Formegyes nagydíj előtt, vagy a Formegyes nagydíj után, minden csapatnak megvan ez az utazó kitje, amiben gyakorlatilag hát a többségé az azért úgy van megcsinálva, hogy ne legyen túlságosan feltűnő, de azért az összetartozó emberek azok be tudják azonosítani egymást, akár egy nagyobb forgatagban is. Ezek a travel kitek, ezek ilyenek, hogy neked volt ebből bármikor is problémát, hogy mondjuk azt mondtad, hogy a fene vinnél, de hogy veszem én ezt fel, hanem én nekem az itthoni jóval állt mackó felsőbe szeretném magammal vinni, abba szeretnék volt, utazni. Volt ilyen problémám, egyszer, utána nem. Uh-huh. Mennyit bánta, ha nem vagyok indiszkrét? Nem lett belőle büntetés, de nyomatékosan rám szóltak, hogy azért van, azért adják, mert azt kell. Uh-huh. És alá is van írva, mert a szponzor megköveteli, úgyhogy szigorúan veszik nagyon a szerződésben leírt dolgokat. No, Molnos Bence, erre szerintem rövidebb lesz a válasz. Azt kérdezi Bence, hogy mennyire magas képesítés szükséges egy F1-es mérnöki pozícióhoz? Nem tudom, tőlem soha nem kértek semmilyen papírt. Nem a papírod számít, hogy honnan van a mérnöki papírod, vagy merről van a mérnöki papírod, hanem az, hogy mit tudsz. Ez egy röviden ennyi. Nagyon jó. Lehet nagyon jó. Mérnöknek lenni a Forma 1-ben, hogy nincsen diplomád. Akkor így mondanám. Hát erről tudnék mesélni, mert van a családomban olyan programozó, vezető, fejlesztő és stb., akinek semmiféle diplomája nincsen, mert ugye, hát ez ilyen helyeken nagyon helyesen azt nézik, hogy mit tudsz. Ugye vannak papíralapú országok és kevésbé papíralapú országok. Ja. A Forma 1 tipikusan az a közeg, ahol tényleg csak azt számít, hogy mit tudsz. Ha te azt tudod bizonyítani, hogy te egy feladatra alkalmas vagy, és neked megvannak azok a skilljeid, megvannak azok a képességeid, meg megvannak azok a tapasztalataid, amivel te ott azt a bizonyos feladatot el tudod végezni, akkor minden további nélkül. Így van. Utána tudjanak kérdezni. Mert általában inkább az, hogy végig kell járni a szamárét, tehát kell egy pár olyan ember, aki azt fogja mondani, amikor fölhívják, hogy ez egy jó srác, kell egy pár olyan ember, aki azt fogja mondani, hogy ez egy jó srác. Nyilván azért az nem hátrány, hogyha van egy olyan pedigréd, egy olyan reputáció mögötted, amit kontrollálni lehet, de én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy ez nincs kőbevés, hogy papírokat kell dobálni ahhoz, hogy te abszolút magas nem pozíciót töltsél be a Forma 1-ben. Abszolút nem. Na, következő. Sanyikám, bocs, csak annyi, hogy neked van újságírói végzettséged? Mert nekem nincs. De van neki, van, minden is van neki. Tehát ami kell, azt hozunk. Dugdossa a fiókban. No, Tamás Orsolya állandó kérdezünk, és alkalmankénti adás ötlet adunk. Jó néhány kérdést tett fel, szerintem ezeken ilyen röviden szaladjunk végig. Az első egy személyes, illetve ez nem is az ő kérdése, hanem Tamás Orsolya kisfia kérdezi, hogy a háznál vagy a Williamsnél érezted jobban magad? Vegyes a válasz, mind a kettőnél, a Williamsnél talán azért, mert ott sokkal több időt töltöttem, de nem tudok választani, nem tudom azt, hogy ez vagy az, mind a kettőt imádtam a srácokkal dolgozni, nagyon jóba vagyunk,
nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az. No, következő. Csapatonként ugyebár van egy csomó mérnök, szakember. Hogyan alakul ki, hogy ki az, aki megy a futamokra, ki az, aki a gyárban marad, van-e rotáció, vagy fix pozíció van, hogy te utazó ember vagy, te meg nem vagy az? Eleve a felvétel úgy szól, hogy utazó vagy gyári. Tehát eleve már úgy vesznek föl, úgy hirdetik meg a munkaköröket. Tehát már úgy hirdetik meg az állást, hogy utazó vagy gyári pozíció. Ez anyagilag is más, hogy van kompenzálva utazóként egy kicsit többet, nem sokkal, de egy picit többet szoktak azért az emberek kapni. Más részegen találod magad. Hát, hogyha átkéred magad és megkapod, igen. Itt kérdezi ugye, és hogy mekkora a szerelői vándorlás. Ezt úgy kell elképzelni, a mérnöki szerelői vándorlás, mint a fociban. Ez olyan, mint a foci. Uh-huh. Évvégén megindul a körforgás, és mindenki mindenhova. Úgyhogy most én is az elmúlt 3-4 napban rengeteg üzenetet váltottam, emberekkel beszélgettünk, ki hova megy, itt hagytam ezt a csapatot, átmegyek oda, lehet, hogy majd szólni fogok, mert kéne ide ember, kéne oda ember, nem-e tudsz valakit, tehát ez egy ilyen óriási körforgás, mondom, mit a foci, tehát hihetet. És akkor azt is csak ugye azért teszem föl a kérdést, mert hát ha valaki nem olvassa a Facebook posztot hallgatás közben, szóval, hogy ez a gardening leave, ugye ezt említettük, a kertészkedési szabadság, ugye amennyi, tehát ami szünetet kell tartanod, mielőtt az A munkát befejezve megkezdheted a B-t, hogy ez mennyi idő jellemzően? Van-e erre valamilyen? Hát ez mindig az adott személy szerződésétől függ, és attól is függ, hogy melyik csapathoz mész, kihez mész, milyen pozícióban. A nagyságrendet mégis, ez hónapok? 3-6 hónapig, tehát az mindenkinek a szerződésében benne van, ha akár csak egy gumiszerelőnek mész oda, vagy egy tankoló embernek, akkor is benne van a szerződésed, hogy opcionálisan a csapat kérheti a 3-6 hónapig terjedő gardening leave-et, hogyha úgy gondolja, hogy ők ezt szeretnék kérvényezni. És hát akkor a kapod a felmondási pénzt addig? Persze. Jó. Tehát ez nem az van, hogy... gardening leave-nek, mert addig otthon vagyis kertészkedsz. Á, csodálatos, csodálatos. A legjobb időszak, nem? Hát nem. Nekem biztos, én növénymániás vagyok. Aki ebbe benne van, és menni akarsz, és látod, hogy én emlékszem, mikor a Williams-ről mentem a haszhoz, volt egy ilyen 2-3 hónapos átmenet, és látod, hogy a többiek ott vannak kint, és mennek, te meg otthon ülsz, az egy nagyon nehéz dolog. Nem jó. Nem. Biztos rá lehet unni erre is. No, azt kérdezi még Orsolya, hogy mindig azt látjuk a televízióban, meg a fotókon, hogy a box az rettenetesen tiszta. Mennyit takarítotok, illetve ezt is ti csináljátok? Inkább az, hogy mennyit nem. Mindig mindenki takarít. Ha értem, nem is mindig mindenki takarít, de mindig mindenki nagyon odafigyel a prezentáció minőségére, tehát nagyon szigorúan veszik. Uh-huh. Többek között azt is, hogy a telefon használatot, tehát ne vedd elő a telefont, amikor a garázs, tehát mikor session van, akkor ne láss, tehát nem lehet telefonálni, le van tiltva, ne lássák a kezedben a telefont, ne hagyd szét a dolgaidat, nagyon oda van rá figyelve, külön trén, tehát nagyon durván szankcionálják, hogyha valaki, fogalmazunk, hogy nem tisztán dolgozik, hanem szemetel meg. Tehát föl kell venni. Ha meglátsz egy szemetet, föl kell venni, nem az, hogy majd jön a takarító. De egyébként a konkrét takarítást egész éjszaka nyomják a srácok, a megállás nélkül, szerintem napi szinten 3-4-5 flakon polírfolyadékot elhasználnak. Simán az éjszakai dolgozók, akik ott éjszaka vannak, ők csak takarítanak, políroznak mindent. Van erre külön, amit én láttam, ugye, amikor járok, kelek a pitlénen mondjuk session közben, azt látom, hogy bejön az autó, beáll, elfoglalja a garázsba a pozícióját, ugye a csapat ráveti magát, ellátják azokat a feladatokat, amit el kell látni az autón, ugye a következő etap előtt, mielőtt kimegy, de mielőtt ez megtörténik, miután mindenki elvégezte a feladatát, akkor legalább egy vagy két kollega jön ezzel a kis spriccolós kis Isten csodájával, spriccol, a kezében pedig a rogy, és törli aranygyögyörű tisztára, hogy azon tényleg egy muslica nem lehet azon az autón, az csak makulátlan állapotban mehet ki a garázsba. Olyan nem fordulhat elő, hogy azon egy porszem van. Amit nagyon ritkán lehet látni kamera felvételen, mert általában a kamera követi az autót, de amint az autó elhagyja a garást, azonnal a srácok ugranak, és a gumi felhordást azonnal takarítják le.
Mindig, mindig, minden pillanatban tökéletes állapotban kell lenni a garázsnak, tökéletes tisztaságban, mert ugye a szponzorainkat az reprezentálja. No, térjünk át egy más területre. Várhalmi Balázs kérdése következik. Ugye te elektronikával foglalkozol, megfoglalkoztál az F1-ben is. Azt kérdezi Balázs, hogy más területek, így például az aero, mennyire szóltak bele abba, amit te csinálsz? Kellett-e kompromisszumokat kötni, egyeztetni más területeken dolgozó emberekkel, mondjuk aerósok? Rengeteget, rengeteget, rengeteget. Be kell férni az alá, a surface alá, amit az aerós megálmod. Tehát ő nem fogja nagyobbra csinálni az oldaldobozt, nekem azt el kell férni, akármi van. Ugye rengeteg részleggel megy az egyeztetés, tehát hihetetlen mennyiségi munka van most a gyárakban, hogy a jövő évi autót azt végső formára hozzák össze. Mindenki mindenkivel összedolgozik, mindenki mindenkivel veszekszik, hogy ott nekem még kell 2 milliméterre nagyobb hely, de nem adunk, mert akkor nem adja ki az áramlás. Ez egy nagyon komplex és összetett, mindenki mindenkivel összedolgozva végrehajtott feladat. Kérdezni szeretnék egyet, én is kérdezhetek? Technikai igazgató. Főleg. Te főleg. Egy kritikus időszakában vagyunk az évnek. Ez a január első napjai, ezek nagyon kritikusak a Forma 1 világában. Ugye az autónak, az építési fázisának hát talán a vége felé járunk, de majd tudsz, ez hogy zajlott azoknál a csapatoknál, ahol te dolgoztál? Ilyenkor most, ugye nem titok, január 4-én veszünk fel ezt az adást, január 4-én hol tarthat például a Williams vagy a Haas a 2023-as autó építésével? A Haas az nagyjából kész van, mert itt tegnap előtt beszélgettünk, egy pár srácok küldtek egy pár fényképet is, ők nagyjából kész vannak. Hát ebben az időben azért már általában már legalább ott tart a konstrukció, hogy már készen vannak a motorindításra, jellemzően kisebb darabok befejezésére várnak, futóműalkat, részek, ilyesmik. Ezt az időszakot úgy hívják, hogy car build, és talán meg fog sok ember lepődni, de ez az igazán kemény része a versenyzésnek. Mikor kim vagyunk a versenypályán, mikor elindul a szezon, onnan már könnyű, tehát az a könnyű része versenyezni. Ami most megy, az a totális vágóhíd. Tehát benne azon az asztal alatt, éjszakázol, iszonyatos daráló megy. Tehát mindenki azt hiszi, hogy télen vége a szezonnak, és akkor fölélegzünk, és akkor mindenki pihen. Nem, van 4 vagy 5 napot karácsonykor, és onnantól megkezdve a daráló, amíg kész nincs. Te Steinert ugye a házra utaltál, hogy ott már kész van az autó. Amikor elköszöntünk egymástól Abu Dhabiban, az utolsó mondata az megkérdezhető, hogy akkor mi lesz az ünnepi időszakban, és visszakérdezett, hogy milyen ünnepi időszakban. Azt, hogy lesz az a 2 nap karácsonykor, az összes többi percet, azt pedig arra kell, hogy fordítsuk, hogy a csapat jövőre jobb legyen. És ezt nagyon komolyan gondolta. Tehát ezt sokszor halljuk, hogy mennyire komoly daráló. Még egy dolog érdekelne engem itt a car build-el kapcsolatban, hogy ugye, ahogy utaltál rá, hogy már a vége felé járunk ennek a periódusnak, de ilyenkor azért zajlik mondjuk pofoszkodás adott csapaton belül. Tehát amire tettél utalás, hogy nekem még itt kellene 1 milliméter, ezt itt hogy oldjuk meg, azt ott hogy ilyenkor oldjuk meg. Csak az zajlik, ilyenkor is vannak? Szintes veszekedések vannak, és feszültség mindenhol. Mindennek el kell készülni időre, miért nincs kész. Azért nincs kész, mert ott még kéne nekem 2 milliméter, mert úgy volt megbeszélve, hogy ott el fog férni az a vezeték, de mégsem fér el, meg kiderült, hogy arra nem lehet vinni azt a vezetéket, mert útban lesz a hidraulikának, csak erről szólt. Tehát azért mondom, miért carnage-nak hívjuk, tehát mikor mindenki mészáról lefelé az autó mellett. Hihetetlen dolog. Lehet, hogy ostoba dolog lesz, amit kérdezni fogok, de ugye ez egy hiperszofisztikált technológia, egy Form 1-es autó, tehát elképesztően összetett és komplex technika, de hogy vannak ilyen úgynevezett ad-hoc megoldások? Tehát, hogy ott az építés folyamán összre jönnek rá arra, hogy atya ég, erre nem gondoltunk, hogy lehetne ezt megoldani, te Bandi hozd majd ide a fúrót, aztán csapjunk oda neki egy lyukat, hogy ilyen megoldásokat el lehet képzelni? Tehát alkalomat nem vannak ilyenek? Mindig. Rengeteg. nem semmire a legutáltabb mondat az, hogy it did fitting CAD. Ugye a CAD programban a 3D-s modellen jó nézett ki. Aztán rájössz, hogy a való életben nem. Teljesen ilyenkor jön jól a terepről is múlt, nem? Igen, hogy meg kell oldani. Oldjuk meg a problémát, így van.
Visszakanyarodunk Zsolti hozzád, illetve a mérnökök sanyarú életéhez. Nagyjából szerintem ez rövid lesz, mert erről már beszéltél. Azt kérdezi Meskó Márk, hogy szezon közben egy F1-es mérnöknek a munka mellett mennyi ideje van a magánéletre? Nullához konvergál? Semmi. Semmi. Konkrétan az utol, hát 22-es szezon, 22 verseny, az 296 nap úton, most 23 verseny plusz a tesztek, hát nagyjából lesz egy olyan 30 napod, amit úgy tölthetsz a családoddal, hogy ott vagy. És akkor ebben még számod be, hogy jetleged van. Jetleged van, a kollégák hívnak, mert éppen valami, vagy az autó küld neked üzenetet, mint ahogy tudjuk igen, annak idején nálunk. Igen, a hogy, hogy ülsz a teizi azonnal, hogy küldjél valakit a garázsba, mert kapcsolták a ütőt. Ír az autó, ír az ott, hogy hiányzó Zsoltikám, mikor jössz? Nem azt írja, hanem azt írja a messengerbe, hogy, hogy motorvezérlő hőmérséklet kritikus szint fölött. Ez azt jelenti, hogy Zsoltikám, szeretlek, imádlak, bárcsak itt lennél mellettem. Ez magyarra lefordítva. Igen, valamit csinálj, mert ez itt le fog volvatni. Ezt jelenti az autónyelv. Jaj, hány szor volt, hány éjszaka, úristen. Elhiszem. No, nem Sugár sok Dávid. Nem élet van. Világos, világos. És Sugár Dávid meg arra kíváncsi, hogy ez megéri-e. Mint hogy azt mondja, hogy, hogy volt arról szó, valószínűleg amikor korábban itt jártál nálunk az egyik alkalommal, hogy az alkalmazottak nem keresnek olyan jól, mint az átlag ember gondolná. Hát erre is utaltál már, sőt. Kérdezi, hogy ezt megválaszoltuk, azt mondja, hogy bármilyen nagyságrendet lehet-e tudni. Nyilván nem a... nem a te zsebedbe akarunk turkálni, turkáljunk másnak a zsebében, na de tényleg mégis közelítő értékek, mire kell nem, gondolni? Nem titok, rá kell googlizni, de egyébként az angol fizetés, az átlag fizetés felett egy picivel. Egy aha. Technikusi pozícióban általában 47 ezer, évi 47 ezer fonttól 60 ezer fontig lehet kutakodni, ez ugye bruttó, úgyhogy nagyon ki akarjuk számolni, hát az olyan havi 2800-tól a havi 4000 font nettóig lehet gépészkedni, beosztástól függően, vagy alkuképességtől függően. Ami hát az ott ki nem a világ pénze. Nem, vagy, meg nem, tehát nézd, ezt nem lehet pénzért csinálni. Ezt, aki pénzért csinálja, az nem lesz ott egy fél évnél tovább. Egy, Zsolti, kettő. Zsolti, egyetemi oktatóként én ezt maximálisan át tudom érezni. Igen. Kettő, azért nem sok a pénz, mert hogyha kiszámolod, hogy hány órát dolgozol, tehát hogyha kiszámolod az óradíjadat, akkor egy nagyon, egy elképesztően alacsony összeg jön ki. Tehát hát ez nem a 9 to 5. Magasabb az óradíjad. Úgyhogy nézd, én most teljesen civil munkakörben jelentősen többet keresek, mint a formegyes karrierem során. És nem éjszakázok, nem hétvégezek, nincs setlegem. Tehát ilyen. Ilyen nyugi van. Aha, jó. Azt kérdezi még Dávid, érdekes, érdekes gondolat, azt mondja, egy toxikus tulajdonos, például Lawrence Stroll, ezt ő mondja, nem én, mennyire tud kihatni a csapatra, tud-e olyat csinálni, hogy tönkreteszi a hétvégét, rombolja a munkamorát, mondjuk az utóbbi biztos, és megtörténhet-e az, ez engem is nagyon érdekel, hogy 80-as, 90-es évekből, ugye azokból az űrzavaros időkből lehetett olyat hallani, nyilván nagyon kicsi csapatoknál, hogy ilyen egészen őrült csapattulajdonosok voltak, akik így a beállításokba is beleszóltak, meg ilyenek. Hogy ez elképzelhető, vagy azért ilyen már nem fordulhat elő? Hát megpróbálják. Sándort ismét meg kell idézzem, mert ő azért tudna nagyon durva sztorikat mondani, mint Strollról, mint Mazepinről, mint nagyon sok más, nagyon gazdag apukáról, akik megszokván a pénzügyi hatalmat úgy gondolják, hogy ők az autóhoz is értenek. Hát vannak csúnya történetek. Mindig az emlékezetes. Vannak. Mindig vannak. Mindig vannak. Nyilván vannak olyan szituk, amikor mondjuk nem közvetlen módon a csapat tulajdonos nem a beállításokba szól bele, hanem tudja az ég egy olyan témában csak az asztalra, ami hatással van azokra, akik a beállításokon dolgoznak. Ergo így közvetve befolyásolja azt, hogy milyen irányba mennek el. Vannak, azért lehet hallani durva történeteket időről időre. Elégedetlen, tehetős emberekről, akik úgy gondolják, hogy ugye, hogyha valaki élet-halál ura,
Most itt ez nem specifikusan egy személyről beszélek, de ilyen például a terepralliban is találsz ilyet. Hogyha valaki élet-halál ura a mindennapi életben, meg a munkában, az azt gondolja sokszor, hogy ő ehhez is ért. És akkor azt mondja, hogy ezt kell csinálni. Én jobban tudom. Igen. És ugye a legrosszabb ebben az, mikor olyan embereket hibáztatnak, akik marhára nem tennek róla, akkor elkezdik hibáztatni a performance engine-et, a teljesítményét. Holott két dolog van. Ő neki azzal a pilótával kell dolgozni, akit oda raktak neki, meg azzal az autóval, amivel a gyártó kapott. És abból, hogyha kihozza a maximumot, akkor az a maximum, azt nem lehet jobbá tenni azon felül. Tehát minden autót maximum 100%-osan. Hogy is szoktuk mondani, hogy minden autó annyira tud gyors lenni, amennyien gyorsnak tervezték meg, amennyire a pilóta ki tud hozni ebből a gyorsaságból. Afelé nem lehet menni. Tegyük hozzá, hogy Fernando Alonso 138%-ot tud kihozni, de erre csak ő képes. Legalábbis ő ezt szokta állítani. Igen. Én is szoktam állítani dolgokat, aztán általában jó kiröhögnek. Nem egyébként Alonso biztos, hogy hozzá tud tenni 1-2%-ot, ő azért valannyira rutinos öreg róka. Péter Loránd barátunk, akinek egyébként azért is nagyon hálásak vagyunk, mert jelenleg is gőzerővel dolgozik azon, hogy a Formula tippjáték a szezonnyitóra elkészüljön. Ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai a tesztüzemmódot már megtapasztalhatták. Szóval Loránd azt kérdezi, hogy a nyári kötelező szabadságokat hogyan tartatják be? Lehet-e sumákolni például, hogy a mérnök elmegy a tengerpartra, és a laptopján ott dolgozik? Vagy ez teljesen nem lehet. Nem lehet. A laptopoknak a kapcsolatát is monitorozzák folyamatosan az F-folyam és az F-fáj emberei. Szintén nagyon komoly pénzbírságokkal, tehát itt a 10.000 fontos összeghatár feletti pénzbírságokkal sújtják mind a dolgozót, és még többel a munkáltatót, hogyha a szabadságát nem tölti. Bocs, egy naív kérdés lesz, de mondjuk elviszed a privát laptopodat a tengerpartra, ott meg úgyse tudsz mit csinálni, ugye? A gyárba való kapcsolat nélkül, stb. Igen, tehát sok mindent nem tudsz csinálni a tengerparton. Jó, biztos, én is agyaltam technológiai problémákon a Balatonparton, de azt nem... Úgy, mind gondolkodsz, abban azért ne szóljunk bele. Igen, abban nem tudnak bele szólni. Tehát az de utoljára például... Orwell-nél próbálták meg, és... Mondja, Csai. De az is egy jellemző dolog, hogy olyankor az e-mail szerverek is zárva vannak. Igen. Nem férsz hozzá a saját e-mailjéhez. Tehát nekem volt már olyan, hogy ilyen kötelező gyárbezáráskor e-maileztem csapatfőnöknek, és olyan üzenet jött vissza, hogy sorry, de jelen pillanatban nem elérhető. Pontosan. Az az e-mail cím. Tehát vannak ilyenek. Aztán utána, hogy kapsz egy privát e-mail címet, az már egy másik történet, amit ez már nem munka, mert ugye a munka e-mail címedet. Meg figyelj, az az igazság, hogy nem is akarnak az emberek, mert mire odaérsz a nyár közepén, hogy végre meg lehet állni egy-két hétet, de ott már akkor mindent akarsz, csak dolgozni nem. Ahhoz már nagyon stahanovistának kéne lenni. No, szintén Loránd, tett még föl két kérdést, és nekem ezek is tetszenek. Azt mondja, milyen a viszony a két ellenfél csapat tagjai között? Nagyon jó, nagyon baráti. Baráti. Barát, családi és baráti. Tehát, hogy amiket látunk ilyen jópofa videókon, az akkor valós? Igen, igen. Nézd, mindenki ismer mindenkit. Mindenki ismer mindenkit. Egy hotelben voltál, máshol együtt dolgoztál, más csapatnál együtt dolgoztál vele, másik szériában együtt dolgoztál vele. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel, mert itt azok az emberek, akiknek nem az az alapvető hozzáállásuk, hogy jó fej, nyitott, don't be a dick, mint sokan mondták, azok az emberek, ahol nem azok mondnak. Imádom. Tehát nagyon jó a viszony. Tehát... És akkor az merült még itt föl, ugye azt tudjuk, hogy ugye egységes motorvezérlési szoftver van az F1-ben egy ideje, hogy ebbe azért bele lehet-e nyúlni, kérdezi itt Besztercei Csaba, illetve Péter Loránd, hogy vagy ehhez hozzá se nyúlunk, ez úgy van, ahogy van. Egységes motorvezérlő van, TAG 320B minden csapatnak, a McLaren által gyártva, és egyébként még sok minden más is standardizálva van, amit a McLaren-től kaptak a csapatok. Szoftveresen ez azt tudja, ami benne van. Nem adhatsz hozzá funkciót, vagy nem vehetsz ebből a funkciót. Kérvényt írhatsz, kérvényezheted az FOM-től azt, hogy
én szeretnék egy ilyen és olyan funkciót ebbe a szoftverben, és akkor azt a szakemberek megvizsgálják, és hogyha úgy gondolják, hogy jogos a kérés, akkor ezt akár még teljesítik is. És ezzel akkor kapsz egy újabb funkciót benne, vagy átalakítanak valamit. De egyébként mindenkinek azzal kell dolgoznia, amit kap. Amit gyakorlatilag 8 applikáció van a motorvezérlőben, egy kicsit szakmázzunk. Ezt a 8 applikációt megkapod szerda reggel, csütörtök reggel 10 órára el kell küldened a gyakorlatilag a te listáidat, hogy milyen applikációban milyen szenzorok lesznek, hogy mit fogsz mérni, mit fogsz használni, és ezt föl kell tölteni az FIA-hez, és utána minden, tehát akkor most itt a szabad edzés alatt azért variálhatsz a beállításokkal, de például a quali után, ha bármilyen változtatást akarsz csinálni az autón, akár csak kicserélni egy kormánykereket, mert elrepett, és újra kell kalibrálni a kormányerőszenzorokat, vagy a nem tudom, a kuplung kart, akkor írásos megkeresést kell benyújtanod az FIA-nak, hogy te ezt a kalibrációt meg szeretnéd változtatni, és hogyha kapsz rá engedélyt, akkor megcsinálhatod. És akkor föl kell tölteni az előtte utána állapotot, tehát az összes kalibrációs fájlódot csinálsz egy mentés, és azt föltöltöd az FIA-nak, vagy az FOI-nak. Egyébként minden este meg kell, hogyha adott idő, session után adott idővel, session után 2 óra, hogyha nincsen föltöltve, akkor abból nagyon nagy botrányok szoktak lenni. Általában, hogyha másfél óra alatt nem töltjük fel a fájlokat, akkor ott már szokott jönni az e-mail, hogy gyerekek, nincs benne a fájl, hogy fenn lesz, vagy képbe vagytok, vagy gond van. Tehát nagyon szigorúan ellenőrzik a szoftvereket, meg az aktuális beállításokat. Világos. Táncsics Richard úr következik. A kérdés második fel engem is nagyon érdekel. Táncsics Richard rákérdez arra, hogy jól sejtél, hogy az Aston Martinnál dolgozol, és akár igen, akár nem, hogy tudunk-e arról bármit, hogy a Valkürt fogja versenyeztetni az Aston Martin? Veszélyes? Jaj. A versenyverzió jó lesz, mert azt nem az Aston Martin csinálja. Azt a Multimatic csinálja a versenyverziót. Hogy pályára fog-e kerülni, az egy jó kérdés. Ott azért erős problémák vannak. Nem semmilyen hagytam ott többek között én is. Meg még nagyon sok ember, akik velem együtt mentek oda. Meg mindent tehát akkor a projektől az, hogy a Red Bull megcsinálja ugyanezt az autót RP17 éven. Tehát akkor nem dolgozol az Aston Martinnál. Nem, Singer vehicle design. Ezt kijelenthetjük. Jó, Ivkovics Péter, na erről fogalmam sincs, de nektek biztos lesz. Azt mondja Péter, azt kérdezi pontosabban, hogy az F2-es csapatoknak mindig saját box felszerelésük és vezérlőpultjuk van-e, vagy előfordul az, hogy az F1-es csapatok infrastruktúráját használják? A box felszerelés saját maguk hozzák, tehát nekik olyan mobil cuccaik vannak, amik tehát saját erőforrással üzemelnek, aggregátor, sűrített nitrogénük, ezt hozzák magukkal. Az IT-t pedig a csapatok engedélyezik, tehát mi is veszem mindig a Tridentnek, igen, mindig a Tridentnek adtuk a boxfalat, tehát ők akkor jönnek, beköltöznek a boxfalunkra, bejönnek a garázsba, ott akkor mindig van ott velük egy-két srác, egy IT is, néha én is, tehát nekem is közelbe kell lenni, hogyha bármi gond van, akkor tudjunk nekik segíteni. És szerintem, hogy a hivatalos útja ennek mi, azt nem tudom, de a mi boxfalainkat használják rendszeresen. Egyébként az egy őrület, amikor vannak olyan helyek kifejezetten, ahol megzavarodsz tőlük, amikor elkezdenek felköltözni. Az egy szeász, amikor megindulnak kis traktorokkal, csühögőkkel, meg a Robi kapákkal, meg a jó is. Vad után kötött 8-9 ilyen podgyászkocsival. Mennek, döntenek, borítanak, olyankor bizonyos helyeken teljesen, totálisan leáll az élet, mert ugye az lehetővé kell tenni, hogy ők felcucoljanak a pitlérre, meg a rajtrásra. Például a Porrikáron, ott külső helyszínen van az ő pedok területük, és akkor ott, amikor megindulnak, akkor se kisebe, egy olyan 3/4 óráig állsz, és nézel, mint ló a dohányban, hogy akkor most mi lesz a következő, hogy mikor tudsz végre átmenni azon
azon a repülő hidó, Nem, hogy nem irigylem őket. Nem irigylem őket. Elképesztő egyébként, elképesztő. Barcelona is ilyen, amikor megindulnak, akkor se kisebbe a pedok főbejáratánál nem tudsz megmozdulni, mert ugye ők onnan jönnek egy külső területről, és akkor jönnek, vonulnak, és akkor állás van, nem tudsz bejutni oda, ahova szeretnél. Esélyed nincsen. Aztán Metz Márk úr kérdezi, hogy azt mondja, lehet, hogy csak én látom így, de mintha a ház túl törékeny lenne, miért szakad szét ennyire egy-egy balesetben, hogy ez a véletlen műve lehet, vagy kispóroltak belőle valamit? Jó, ezt utóbbit nem hiszem. Az viszont tény, ugye, hogy akárhogy is nézzük, más-más incidensek voltak, de az utolsó három F1-es autó, amit ketté szakadni láttunk, az mind ház volt. Ugye egyszer Grosjean, kétszer Mick Schumacher. Mi lehet ennek a hátterében? Bocs, hogy nevetek, de egész egyszerűen szerintem azért látjuk többet ketté szakadni, mert többet törik, mint az utolsó. Ezt akartam mondani, hogy mert egyiket sem akarták annyira ketté törni, mint a ház, nem? Igen, nem hinném, hogy bármilyen konstrukciós probléma lenne a háttérben, ugyanis nagyon szigorú előírásokat kell teljesíteni az autónak. Ugye minden évben van az FIA törésteszt, azt az autónak tudnia kell. Tehát lényegében részint véletlen, részint meg túlságosan próbára tették ezeket az autókat. Igen, azért látjuk jobban törni, mert gyakrabban látjuk törni. És a gyerekek, az nem játék, tehát amit a Zsolti mondott, az FIA törésteszt, az egy nagyon brutális és nagyon komoly történet. Hogyha azon nem mész át, akkor te nem versenyzel azon a vége a történetnek. Tudunk olyanról, akinek azért bukott meg, ez a McLarennek volt egy év, amikor elkészítették az autót, aztán a törésteszten nem tudták áthúzni, ha akármit csináltak vele, és dobni kellett az egész koncepció. Az a furcsa hegyes orrú jármű, nem tudom melyik év, 2005 talán? Szerintem az ötös, az MP418 volt, ha jól emlékszem. Az biztos, hogy nem. De, az volt, azt hiszem. Bocsánat, te jobban emlékszel az ilyen számokra, nekem összefolynak ezek a sztorik, de az a egyes ez nekem is nagyon nagy problémám. Bocs, hogy belevágtam, de ezt most itt nagyon bólogattam, amikor a Sándor mondta, hogy egybe folyik, hogy az ezzel a probléma, hogy mikor mész a versenyekre hétről hétre, csinálod olyan durva szinten összefolyik az egész, hogy egy ilyen masszaként van a fejedben, tehát hogy melyik évben, mi volt, hol volt, tehát így kiemelkedő dolgok így megvannak, de egyébként az egész egy ilyen hatalmas nagy massza. Ezt úgy szokták mondani az idősök kollégák, hogy ez azon a területen, ahol én mondom, hogy ez újságíró betegség. Tehát, hogy sokkal jobban emlékszel fiatal gyerekkorodból, rajongókorodból egy-egy szezonra, vagy egy-egy versenynek az eseményeire, mint amiken ott voltál és letudósítottad. Azért, mert annyi minden katyarsz van a fejedben, hogy hihetetlenül nehéz abból a tárházból előkapni azt az információt. Ez abszolút így van nálam is. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy soroljam föl a 1998-as pilóta felállást, az sokkal könnyebben menne, mint mondjuk a 2015-ös. Lehet, hogy azt is kiizzadnám azért nagy nehezen, de ja, az ilyen gyerekkori emlékek intenzívebbek. Takács Gábor egy olyat kérdez, amire te válaszoltál, amikor legelőször jártál nálunk, de ugye az szerencsére az durván 2 éve volt, már hogy szerencsére olyan régen jársz ide hozzánk. Úgyhogy nem baj, ha újra megkérdezzük. Kivel szerettél a legjobban dolgozni versenyzők közül? Van-e ilyen? Bottas, föl kell állni csak sorrendet, de egyébként mindegyiket nagyon szerettem, mert Bottas-szal valahogy nekem meg volt az összhang, nekem ő volt, úgy volt a kedvencem. Meg azok szép évek voltak a Williamsnek. Keveset beszél, de ha megszólal, akkor mond. Akkoriban is pucérkodott, vagy ez egy újabb hepje? Hát akkor még nem volt annyira... Szerintem egy újabb dolog lehet. George Russellt is ki kell emeljem, ő is egy rettenetesen olyan személyiség, aki... Figyelj, mindent elmond, hogy két emberrel van közös fotóm, Bottasszal meg Russell-el. Többivel nincs, akikkel dolgoztam. Még egy fontos dolog, azt tudom, mert korábban megerősítetted nekünk azt, hogy George Russell átesett... Hogy az FIA-nak nagyon szigorú ez a töréstesztje, de van egy ennél szigorúbb teszt is, a Jánvári Zsoltféle Szabolcsi Pálinka teszt, amin át kell ahhoz, hogy azt lehessen mondani róla, hogy bajnoki matéria, és ezt tudjuk, hogy rá... Hogyha te azt akarod, hogy én nézzem a telemetriádat, akkor ezt meg kell inni. Így van. Ez ilyen... És átment?
Át. Hát, rezgett a léz, de átment. Ezért indikátor folyadék Igen. a telemetriához. Tehát azt tudjuk, hogy a Russell átment ezen. Bottasról tudjuk, hogy neki van egy olyan habitusa, hogy nem veti meg az ilyesfajta földi örömöket, hogyha esetleg be kell hajítani egy sört. Igen, ő kért másodszor is. Na, ezt akartam tudni. Köszönöm szépen, a kérdésem ezzel megválaszolásra került. Köszönöm szépen, megnyugodtam. Nem okozott csalódást. Sos, nem kért repetet. Aztán vannak itt ketten, illetve az egyikük az imént említett Takács Gábor, a másikuk Besztercei Csaba, akik a versenyzőknek a beállítási és fejlesztési képességeire kérdeznek rá. Itt Csaba felidéz egy két évvel ezelőtti dolgot, miszerint 2020-ban a McLaren indikáros párosa kapcsán írta Derek Daly, hogy Pato Ward és Oliver Askew személyében hiba volt két ösztönös, úgy szóval ösztönös versenyzőt összeültetni, mert egyikük sem volt setup driver, aki a beállításoknál hatékony lett volna. És azt mondja, vagy azt kérdezi Csaba, hogy ő jól látja-e, hogy ma inkább az ösztönös zsenik dominálnak, mint Hamilton és Verstappen, és kevésbé hangsúlyos a pilóták fejlesztési képessége, vagy ez egy téves percepció? Téves. Téves. Nem. Köszönöm. Nem úgy van, mint a régi időkben. Tehát a régi időkben a telemetria, és volt erre kapcsolódni is egy kérdés, nagyon kevés adatot tudtál az autóból kiszedni. Azzal az adattal nem tudtak még úgy dolgozni, nem volt akkor a számítási kapacitás, nem voltak szimulációk. Akkoriban mentek a nagyon jó fejlesztő pilóták, akik azért voltak nagyon jók, mert például egy Schumachernek azt mondta, hogy akkor most menni kell 8 kört ugyanúgy, akkor ő ment 8-at ugyanúgy, mert megkérdezte, hogy kell egy 9-et, és az tizedre, századra, ugyanabban a kanyarban, ugyanaz a sebesség, mert azzal tudtak dolgozni. Ma már annyira fejlett a telemetria és a számítógépes adatfeldolgozás, hogy már nincsenek. Most is vannak persze olyan pilóták, akik ezt jobban értik, mint a többiek, vannak jobban ösztönös pilóták, vannak jobban mérnöki pilóták, de már nincs akkora jelentősége, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Mm-hmm. Világos, világos. És azt kérdezi itt még ez a derékember Gábor, hogy dolgoztál-e olyan versenyzővel, aki kiemelkedő volt ezen a téren, illetve a jelenlegi mezőnyből tudsz-e olyan embert mondani, aki mégiscsak, ha nem is annyira, mint a Michael volt, de hogy olyan kiemelkedően jó a fejlesztés terén, vagy ez már annyira nem fontos, hogy nem is tudunk ilyet mondani? George Russell, ő jelentően egy olyan mérnöki szemmel is nézi az autót, de sokszor inkább probléma, hogy mérnöki szemmel is próbálja elemezni, mint amennyit segít vele. Ő rettenetesen bele tudott menni a részletekbe, de a telemetriával lehozott adatokból dolgozó mérnök csapat mindig többet fog és jobbat fog látni, mint amit ő el tud mondani. Uh-huh. Tehát olyan, tehát azért ez matematika, tehát mindent ki lehet számolni, mindent megmérünk, mindenre vannak képletek, vannak tapadás határok, tehát látod, hogy hol van még, hol nem csúszott meg az autó, és ezt nagyon komplex matematikai függvényekkel monitorozzák és figyelik és próbálgatják. Van, hogy van egy pilótának egy jó meglátása, de nem jellemző már, hogy nagyon beleszóljanak. Még nem is nagyon díjazzák, ha beleszólnak, mert neki nem az a dolga. Kovács Zoltán barátunk, ez is azt hiszem egy olyan téma lesz, amihez biztos, hogy Sanyi is hozzá fog szólni, mert nyilván neki is vannak horrorisztikus történetei. Az itt a kérdés, Zsolti, először hozzád, hogy volt-e olyan versenypálya, amelynek az infrastruktúrája, egész pontosan annak elmaradottsága igazi kihívást jelentette számodra, illetve a másik végletre kíváncsi, hogy ahol teljesen el volt ájulva a felszereltségtől. Ezt passzolom Sanyinak, és addig én átgondolom, míg Sanyi beszél. Hú, most, hogyha így hirtelen... Ha jártál volna Koreába, Sanyi, akkor meg lenne a válasz, ugye? Ott nem jártam, de az infrastruktúra ott például, hogy médiacenter, ugye bennünket a médiacenter érint újságírók. Ott azért az annyira nem volt vészes, ott a környezete volt, hogy nem volt, csak ilyen igazi borzalmas helyeken lehetett megszállni, ilyen szexhotelekben, meg a fene tudja, hogy hol, meg borzasztó helyeken. Hogyha így a munka infrastruktúrát nézem, tehát jelen esetben a BDC-t, de a Hockenheim az például az egészen horrorisztikus volt,
ott gyakorlatilag hozzá volt építve az épülethez egy sátor, ami ilyen, ez a raklapokból volt kirakva a padló, és arra emlékszem, hogy amikor a 2018-as nagy díj volt, amikor volt ez a borzalmasan nagy eső, meg az a bizonyos Vettel incidens, akkor konkrétan majdnem ránk szakadt az egész épület. Az az egész, hát én nem is tudom, tehát ez valami horror volt az egész úgy, hogy van. Viszonylag tágas volt, azzal nem volt olyan probléma, de ahogy mozogtál rajta, meg fullra volt nyomotva benne, megállás nélkül a klíma be volt állítva ilyen 18 fokra, és ha rommá fagytál, akkor is annyi volt, meg az egy szörnyű volt, az nekem nagyon nem jött be. Amikkel problémáink szoktak még lenni, ezek a közel-keleti helyszínek, azok mindig nagyon kényelmesek, vagy tágasak, viszont ott sem nagyon tudják, hogy hogy kell a klímát használni. Tehát ez a 17 fok, ez standard. Bahrainben például idén azért olyan hűvösek voltak az esték, hogy ott rendesen magadra kellett venni a kis köcéden. A téli esített mellét azt igencsak elő kellett húzni, mert hűvösek voltak az esték, de ha bementél a médiacenterbe, ott akkor is nyomotta a klímát, és az egészen más dolog, amikor belenyomja az arcodba, mint amikor csak úgy naturban hűvös van. Tehát az egy kiszenvedés. Ott alapvetően egyébként az újságírók szempontjából a versenypályáknak a felszereltsége, az, én azt gondolom, hogy nem lehet kifogásunk, mert mindenütt, tehát ugye erre szabványok vannak, hogy minek kell megfelelni, meg milyennek kell lennie, tehát ezt azért minden helyszín tudja teljesíteni. Van, amelyik jobban, van, amelyik kevésbé jól, de én alapvetően én nem tudok köpködni egyik pályára sem, hogy rossz lenne a sajtó. Azt nem is kell, de különbségek nyilván vannak. Na Zsolti, jutottál-e valamire? Van, ugye mi más szempontok alapján, és most nagyon fog röhögni sok ember, leginkább mi életünkben a legfontosabb dolog, ugye a garázs, és utána a mosdók. Hát gondolom, nincs túl sok időtök elrohanni, visszarohanni. Hát nincs. És vannak olyan pályák, ahol azért előtte le kell egyeztetni, hogy figyelj, én akkor most el fogok menni. Mennem fél perc. Igen, Barcelonában például soha nem jó érzés elmenni mosdóra, mert hát nem annyira szempont a modernizáció és a tisztaság. Oh. De hát meg kell oldani. Néhány helyen a garázsokkal vannak ugye elég nagy gondok, leginkább ez a, hát a régebbi garázsok, ahol keskeny a bejárat. Ott nagyon sokat szoktunk szenvedni, pláne mikor az autón közvetlenül, tehát mint én a haszon a jobb elején voltam. Néha iszonyatos balettet kellett leművelni, hogy ott én is életben maradjak, meg ne tekeredjek fel a gumira, amikor megy ki az autó, meg az autó is ki tudjon menni. De egyébként úgy hallottam a híreket, hogy ezekkel a pályákat az igyekeznek most már kicsit javítani, ugye Barcelonát, ugye hallottam híreket, hogy a Hungaroringgel is fognak foglalkozni, ami egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy ráfér. Nagyon ráfér. Egy kis tatarozás. És ezen kívül még vannak ugye ugyanezek a dolgok, a hotelek, amik kérdésesek. Soha nem fogom elfelejteni kedvenc osztrák hotelemet, a Best Sleep Nagyon jó. Aminek az egyetlen egy előnye az, hogy legalább közel van a pályához. Az tényleg egy kiáltása van neki a pályától. Egy sztorit elmesélhetek? Nyilván nem fog neveket mondani, semmit. Egyszer egy Williams-es kedves, drága jó barátunkkal találkoztunk ebben a bizonyos Best Street. Jánvári Zsolt. Neveket nem mondhatok, maradjuk ennyiben. Megbeszéltük, hogy este elmegyünk, és egy kicsit partizálkodunk, mert hát ez mekkora fancy, hogy most végre akkor sort tudunk keríteni erre. Soha felejtem el, hogy megérkeztünk a helyre, elmentünk tekerekbe, visszamentünk, és amikor megérkeztünk, egyszer csak felbukkant valahonnan egy ember, aki ilyen tarzanszerű hangokat hallatott. És teljesen egyértelmű, hogy az ember az önmagán kívül volt. Tehát én még embert olyan szinten magából kivetkőző nem láttam. Nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az ember bement a hotelba, ott óriási ordítozás, ordibálás, majd onnan kijött, eltűnt. Akkor láttam, hogy ez a kedves, drága barátunk, akivel
együtt tartózkodtunk ezen a helyen, az az ember az aggodalmas pillantásokat vetett erre, hogy te jó Isten, hát ez hogy fog, hogy fog ez visszakerülni, vagy mi eltűnt a sötétbe, elment az ember, és sosem láttuk többet. Majd egy órákkal később egyszer csak megjelent az ember, még jobban kivetkőzve magából, ott elkezdett, fogta és lefeküdt a hotel előtt a földre. A betonra. A nyers betonra fogta lefeküdt. Mr. G. Szó szerint elaludt az ember, úgy aludt, mint egy bébi. Ez a kedves barátunk ezt fölpofozgatta, fölkeltette, gondját viselt, és elgondozta szegényt, hogy akkor legyél a kedves azonnal takarodjál be a helyedre, és feküdjél aludni, mert ebből óriási problémák lesznek. És másnap, amikor a pedokban megjelentünk, jött a barátunk, és akkor kérdeztük, hogy mi van az emberrel. Mondta, hogy hát az ember az itt van, él és virul, semmi baja, de a két esemény között szerintem nem telt el 4 óra hossza. Amikor egyszerűen mutatni, nézd, csak ott van, és ott jött az ember, mintha semmi baja nem lett volna. Tehát ez a műfaj, ez azzal jár, hogyha te itt mulatni akarsz, meg tivornyázni akarsz, akkor a gyors regenerálódás az nem hátrány. Az egy nagyon nagy előny. Azért én láttam Mr. G-t este is, azért estére elfáradt. Estére kijött rajta az előző éjszaka, szerencsétlen a világ fájdalommal az arcán. Elképesztő. Én azt mondtam, hogy ez az ember, ez nem, hogy másnap a pályán nem fog helytelenni, de ezt egy hét múlva se fogjátok megtalálni sehol, mondom, ez annyira szétcsapta magát. És melkérdő. Hát, neki azért voltak sztoriai. Fedje ezeket jótékony homályén, amondó vagyok. Igen. De egyébként mai napig nagyon jó barátom, hihetetlen jó fejsrác, nagyon segítőkész. Isten áldja a testét és a lelkét. Hát csak fiatal volt, és még bírt bulizni. Utat mutatott akkor, hogy kell ezt csinálni, ez az igazság. Igen. Ha már itt tréfálkoztunk, akkor Kuti Péter kérdése következzen. Elfogadnád-e a Ferrari csapat főnöki ajánlatát? Ha megajánlanák, tennék egy próbát vele. Először is felvenném sajtósnak nagyon kedves jó barátomat. Gellért Kovács Bélát. Nem. Ha megajánlanak, már csak szakmai kihívásból is, de adnék neki egy próbát. Kíváncsi lennék, hogy hogyan működik az a dolog. De szerintem én nagyon messze vagyok attól a ponttól, hogy ez a veszély fenyegessen. Viszont, hogyha megengedtek egy észrevételt, maximális tisztelet Fred Wassernek, maximális tisztelet neki, de hogy én miért tudnám elképzelni a Zsoltét, mint Ferrari főnököt, az egy végtelenül egyszerű faktor. Amellett, hogy a tudása, meg a mentalitása, meg minden, az, hogy te képes vagy motiválni az embereket. És oda pont egy olyan ember kell, aki képes motiválni az embereket, hogy igen, emberek, gyerünk. Aki ráteszi a kést a torkukra, és azt mondja, hogy most akkor kihozunk magunkból az égvilágon mindent. De nem brutális módszerekkel, hanem olyan szinten humánusan, ahogy azt te tudod csinálni. Hát igen, az azért kell, hogy a kollégáidat tud motiválni akkor is, hogyha nem akarnak dolgozni, anélkül nagyon nehéz. De remélhetőleg a Ferrari most egy jó irányba fog elindulni, hát meglátjuk is ők belőle. Már a jó irány az, hogy a te telefonod irányába. Ha nem jó megvan az irány... A számuk, megvan a számom nekik, hogyha... Ha nem jó az irány, akkor még mindig ott van az esély, hogy csöröghetnek neked, hogy te Zsolti bácsi nem jönnél esetleg véletlenül. No, hát itt a vicces kérdés után két vérkomoly. Szabó András egy bátor ember, mert két olyan dologba belemegy, hogy ehaj. Nyilván itt szerintem mindkettőről tudnál akadémiai székfoglalót tartani, próbáljuk valamennyire keretek közé szorítani. Andrást egyrészt érdekli a tolórudas és a vonórudas első felfüggesztés. Nem hallottam még, hogy embert ez érdekel, de örülök, hogy Andrást igen. Azért milyen előnye és milyen hátránya van a tolórudas, illetve vonórudas felfüggesztésnek, ami ugye egyes vélemények szerint Kimi Räikkönen nagy kínlódását is eredményezte a Ferrarinál a tőle, vagy hogy mondjam, az általa favorizától eltérő megoldás. Szóval tolórud, vonórud, petrencés. Igen, olvasom közben én is. Tolórud, vonórud... Ki mondta, hol mondta, miért mondta. Tehát ez a roppant mód, szeretem az ilyen technikai megmondó embereket, akik előadnak dolgokat, hogy itt ez volt a baj, ott az volt a baj.
Például, hogy életükben nem voltak egy F1-es garázsba. Ja, az, hogy a Kimi Räikkönennel kapcsolatos dologra mondod ezt. Igen, meg általában az ilyen elemzések, meg megmondó emberek, hogy itt annak a előző... Tehát nézd, soha nem fogja neked egy csapat megmondani, hogy mi a baj az autóval. Mondani fognak valamit, de az igazat soha nem fogják megmondani, hogy ez most itt nem sikerült, vagy ennek az a baja, hogy tolórudas vagy vonórudas a felfüggesztése. Elég okos emberek dolgoznak ott ahhoz, hogy megoldják ezeket a kérdéseket. Nem tudom, nem akarok negatív lenni, de igen, ki mondja, mire alapozva mondja, hogy az jobb volt, vagy rosszabb volt. Tehát nem is tudom, itt azt hiszem írta az András, hogy 14-15-ös szenvedését eredményezte a Ferrari-val. Hát, mondanak valamit, mert valamit mondani kell. De azokat, tehát azért ezek megoldható problémák, hogyha ott van mi probléma, a toló vagy a van úr, tehát azért nem fog egy szezont elvinni egy ilyen probléma. Meg fogják oldani. Világos. Tehát én ezekben nem hiszek az ilyen messze menő elemzésekbe, hogy itt levezetjük egy szezon elbukását egy alkatrészre. Világos. De mind a két megoldásnak van létjogosultsága, és tud működni. Igen, ez leginkább attól függ, hogy a többi alkotó eleme a futóműnek hogyan van kitalálva és megtervezve. Az én tudásom a járműdinamika terén attól félek nem elegendő ahhoz, hogy egy olyan elemzést adjak meg, ami mellé bárhol, bármikor oda menném tenni a nevemet. Ezért nem is adok, de szerintem az autó konstruktőrein kívül nem is nagyon van más ember, aki ezzel ilyen jellegű elemzést úgy tudna adni, hogy az meg is állja a helyét. Tehát sokan mondanak sok mindent, meg kevesen láttak közelről ilyet. Világos. András arra is rákérdezett, de akkor valószínűleg egy hasonló irányba fog a válaszunk elmenni. Alulkormányzottság és túlkormányzottság, ugye itt például azt emeli ki, hogy a Red Bullnál az év elején inkább az alul, utána inkább a túlkormányzottság volt jellemző, és ugye ezzel együtt változott meg Pereznek a produkciója. Ugye arról azért nagyon sokat lehetett hallani szezon közben, hogy Pereznek feküdt az elején az autó, és aztán ugye Verstappen irányába ment a fejlesztés, szerintem nem ítélhető módon. Szóval mondjuk egy versenyző teljesítményének visszaesését, vagy említi itt András Ricciardót, hogy vele is kibabrált az alulkormányzottság, ez magyarázhatja, vagy itt is hasonló a válasz? Kicsit itt talán okozhat problémát, de hasonló a válaszom, tehát nem ilyen egyszerű. Uh-huh. Hogy azért volt jobb a Verstappen a szezon másik felében, mert ő jobban tudja az alulkormányzott autót vezetni. Vagy a túlkormányzottat. Azért nem nyeretlen két évesek ülnek az autóban, meg megint az, hogy látott-e valaki erről telemetria adatot, meg hogy kimondta. Amikor az Adrian Newey kiáll és azt mondja, hogy hát a 2019-es vagy 2020-as Red Bull szar volt és alulkormányzott volt, akkor azt mondom, hogy oké, az volt. Addig nem nagyon ad még senkinek a véleményére. Ki mondta kérdésre, következőre majd te fogod mondani. Budai Dávid. Ugye a Williamsnél te töltöttél egy meglehetősen szép időszakot, annál a Williamsnél, amelynek a mai napig az utolsó futamgyőztese, egy bizonyos Pastor Maldonado. A kérdés pedig az, hogy milyen volt az ő megítélése, van a Maldonado kultusz a Williamsnél? Van, minden pilótának van kultusz a Williamsnél. Minden pilóta, tehát akik ebben dolgoznak, máshogy ítélik meg a pilótákat, mint akik szurkolói vagy rajongói az F1-nek. Mert hiszen még ha nem is annyira tehetséges az illető, biztos lehet benne mindenki, hogy a teljesítménye maximális, tehát maximális tudását igyekszik nyújtani. Úgyhogy nem nagyon van rossz reputációjú pilóta. Van, akivel nehezebb dolgozni, de mikor ott vagy velük minden nap, és az életét a kezedbe teszi, ott azért más megítélések vannak, mint mondjuk egy olyan embertől, aki nézi, vagy rajongója, vagy utálója az adott pilótának. Ha már itt Maldonado, Sanyi, most téged is föl kell kérdezzelek. Mikor jön Pastor Maldonado a Formula Podcastbe?
Beszéltünk már róla, képzeld, de többször is, ezt mondtam is már, többször is, hogy domáltuk róla, hogy de meg fog történni előbb vagy utóbb. Most ez a tél, ez hátha ki fogja adni azt, hogy megtaláljuk azt a kis gépet, amikor össze tudunk hozni egy jó órát, vagy két órát, amikor le tudunk ülni, aztán tudunk. De én szoktam bele, gyakorlatilag minden héten váltunk üzenetet egymással. Újonabban ő is elkezdett podcasterkedni egyébként. Ő is szerepet vállal egy bizonyos műsorban, ahol a saját anyanyelvén osztja az észt a versenyzéssel kapcsolatban. Azok, akik értik, hogy mit beszél azon a bizonyos nyelven, azok szerint nem is csinálja rosszul. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy záros határidőn belül meg tudjuk találni azt a kis időintervallumot, amikor be tudunk szúrni egy beszélgetést. Mondom, már többször dumáltunk róla, volt már, amikor meg is volt, ki is volt tűzve egy céldátum, de aztán egyszer neki nem volt jó, egyszer pedig nekem nem volt jó, úgyhogy az jegjelve lett ez a történet, de hogy tud érdekes dolgokat mondani, meg tud jó dolgokat mondani, meg hát én személy szerint én rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy így jó 10 év távlatából hogyan emlékszik vissza azokra a bizonyos barcelonai eseményekre, amikor azt a győzelmet összehoztam, mert az én emlékeimből nem lehet kitörölni azt a napot, az száz biztos. Tehát a mai napig, hogyha kérdezik, hogy mi volt a legnagyobb élményem a Forma 1-es időszakomból, akkor általában azt szoktam mondani, mert az úgy él bennem, mintha tegnap történt volna. Fantasztikus étvége volt. Szeder János következik. Azt kérdezi tőled, Zsolti, hogy előfordul-e, hogy helyben kell beszerezni alkatrészeket, kábelcsatlakozót, egy elromlott monitor helyett egy másikat, illetve van-e olyan, hogy hirtelen probléma adódik, és mondjuk egy helyi műhely segítségét kell kérni, hogy fú, itt most kell nekem 50 jancsi szög, azt gyártsátok le. Igen, jellemzően nem az autóval kapcsolatos, de igen, tehát a monitor, rendszeresen járnak a csapattagok vásárolni, sőt, volt olyan, hogy nagyon jó kedves, jó barátomat kértem meg, közös ismerősünket, Sándorról, a kis Mayer Krisztiánt, hát akkor még kicsi, most már persze nem idősebb, nagyon jó kollégámat. Hatalmas tudással rendelkező autósport szakemberről beszélünk, szögezzük. Igen, egyébként több nagyon itthoni berkekben is széles körben ismert. Őt kértem meg, hogy ezt a derék merevítő mellényt, vagy mi a nyavaját? Uh-huh. Aki a derék fixál, ez a mellényszerű, mint egy fűző, olyasmi, hogy azt nem is tudom már honnan kellett szerezni, mert meghúzta a hátát a chief mechanikunk, és gyakorlatilag képtelen volt arra, hogy mozogjon, és így ezzel a merevítővel rakták össze annyira, hogy le tudta hozni a hétvégét. És a Krisztiánt kértem meg, hogy az Istent ismersz, akkor valahonnan szerezzél, mert az embert nem tudjuk berakni a garázsba, mert nem bír fölkelni az ágyról. Monitorok, ilyesmiknek a beszerzése, ez rendszeres, a kisebb dolgoknak. Autóalkatrészt nem, mert egész egyszerűen annyira speciális alkatrészekkel dolgozunk ezeken az autókon, hogy ezt azért fogalmazunk úgy, hogy az aftermarket piacon, vagy bárhol, hogy mondod ezt? Tehát ez nem mindenhol előforduló csavarok. Utángyártottan nem tudsz venni. Igen, utángyártott, pontosan. Ezek nem ilyen jellegű alkatrészek. De hát vannak küzdések. Jellemzően egymásság, hogyha nagyon ritkán abban a helyzetben kerülünk, hogy valami nincs, akkor egymást keressük meg a csapatokkal, és segítünk egymásnak alkatrészekkel. Ha már az autó alkatrészei. Perák Tamás azt mondja, vagy kérdezi, hogy azt lehet hallani ilyen kisebb szériákból, hogy előfordul, hogy sportáskában, bőröntben valaki otthonról utána viszi a csapatnak az alkatrészt. Ilyen előfordul ez a fegyben? Rendszeresen. Az első három versenynél ugye az utazó csapat az vasárnap hétfőn szokott menni, de rendszeresen látni reptéren embereket hatalmas nagy bőröndökkel, 9-10 bőrönddel repkedni különböző versenyek helyszíneire. Én magam is nagyon sokáig ebben a szerepben tetszelektem. Szerintem a mai napig emlegeti az a taxisofőr, akinek tönkretettem a Mercedes-t, a kis buszát, a csomagjaimat, amikor a tetőkárpitot kiszaggattam belőle. Nagyon, ez nagyon jellemző. Képzeld el, Zsolti, van neked itt egy rajongód, ugyanis Csóka Pali, pontosan ezt írta be, hogy ha én nem tévedek, Jánvári Zsolt is így kezdte az utazásait. Igen, nagyon sokáig volt benne részem. Jó.
Nézzük a következőt. Borka János kérdezett kettőt, ezek is igen érdekesek. Az egyik, ugye nagyon sokat lehet hallani évről évre különböző szabályváltozásokat és szabálykorrekciókat a versenyzők közötti súlykülönbség kiegyenlítésére. Ugye most ez tényleg gyakran változik, de ugye, hogy van egyfajta ballaszt, amivel ezt kiegyenlítik, hogy ne kelljen egészségtelen mértékben fogyni a pilótáknak. Ez hogyan működik? Bárhova pakolhatják, vagy a fenekük alá megy? Bárhova, nem a pilóta minimum súlyt határoznak meg. Világos. Minimum súly, hú, na most megfogtatok. Hogy van? Várj, na próbálom felidézni, hogy... hogy a pilótára vonatkozó súlyszabály, nem, az minimum súlya van az autónak is, azt balasztoljuk, hogy azon felül, hogy a pilóta súlyát hogy balasztolják, hát azt én meg nem mondom neked, mert az nekem soha nem volt. Mire odaérnek a srácok, hogy azt csinálják, én már mindig mással foglalkoztam. Jó, nyilván, hát meg... Őszinte leszek, utána kéne olvastam a szabályzatnak, hogy mi pontosan erre, de a minimum súlyra vonatkozó balasztokra azt bárhova lehet pakolni. Általában az autón van több függesztési pont is, ahova ballasztsúlyokat lehet rakni. Ilyenkor a cél az, hogy a cornerweight, vagy a cornerweight distribution, tehát a autó súlyelosztása a kerekeken mérve, biztos láttam már sokszor mindenki, mikor ezeken a négy ilyen mérlegen áll az autó, a balanszsúly behelyezéstől a gól, a cél az, hogy ezeken a mind a négy mérlegen ugyanazt is mérjük. És akkor mi van, ha a kokpitbe beleesik az eső? Azonnan kikerül-e, vagy az a verseny végéig ott lötyög? Az ott lötyög, de nem nagyon kerül be. Máshogy tud a folyadék kerülni, de arról nem beszélünk. Be tud folyni némi, hogyha megáll, vagy hogyha lassan megy. Ez ugyanúgy, amikor esőben másra gondoltam, mész. Igen, arról nem beszélünk, azokról a folyadékokról. Volt már olyan, hogy azt a kollega mondta, hogy hát remélem, hogy ez nem az, amire gondolok. Dolgoztál volna Johnny Herbert-tel szívesen? Ugye ő állítólag ezt mindig elkövette. Hát nézd, megállni nem tud. Hát ez igaz, de nem tudom, Herbertről az volt, hogy ezt ő babonából, tehát csak azért is. Hát a fene se tudja, nagyon sok legenda kering. Ki mondta, ugye? Igen, nagyon sok legenda kering. Meg hát lehet, hogy volt egy fogadás, vagy valami, vagy éppen valakire haragudott. De nem nagyon megy be a víz, meg ugye olyasmi az effekt, amikor mész az autópályán, és belemész egy esőbe, és úgy, hogyha te szárazról bemész az esőbe, és hogyha mész folyamatosan, akkor a hátsó ablakodon nem lesz víz, mert hogy hamarabb kimész az eső előtt, mint hogy ráessen. Úgyhogy nem nagyon minimális víz megy be a kokpitba versenyek során. Tehát azért az úgy van kitalálva. De kifolyni nem tud belőle, mert lyuk nincs. Régi-régi... De azt betömjük. Igen. Régi-régi törzshallgatónk és törzs kommentelünk, Konyicsák Rihárd kérdezi, hogy a telemetria mennyire pontos, mennyire precíz, és mondjuk az milyen pontossággal derül ki, hogy a versenyző ki tud-e még sajtolni valamit az autóból? Nagyon nagy pontosság, ugye ezt említettük korábban, ezen alapul az egész, ugye ott tapadás, oldalgyorsulás, mindent számolnak, iszonyatosan sok szenzor dolgozik azon, hogy a lehető legtöbb jó minőségű adatot kapja a mérnök, és ezekkel mind számolnak. Maximálisan ki lehet milliméterre pontosan, méter per szekundumra pontosan meg lehet számolni, hogy mikor veszti el az autó tapadását, és mikor nem. Úgyhogy nagyon pontos a telemetria. Nem semmiért az a jelmondatunk azoknak, akik ebben dolgoznak, hogy good quality data is the most important. Tehát ugye a jó minőségű adata a legfontosabb. Tehát nekem mindig az volt a feladatom, hogy az adat, ami az autóba kijön, az pontos legyen. Mert hogyha pontosan mér a szenzor, akkor lehet az adattal jól dolgozni. Világos. Közeledünk a végéhez, de van még itt három nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Az első az Stógli Mátyásé. Mátyás azt kérdezi, hogy amikor még az Aston Martin kötelékébe tartoztál, ugye azt tudjuk, hogy nem az F1-es csapatban dolgoztál, de volt-e rálátásod egyáltalán az F1-es részlegre, vagy ez egy teljesen külön sztori? Volt rálátásom, időm nem volt rá, hogy azzal foglalkozzak, de természetesen beszélgettem kollégákkal az F1-es csapatból. Hát,
döcögős, döcögős. Kötőjel reméljük a legjobbakat, hogy idén jobbak lesznek, erre idényit tudok. Jó, oké, ez egy nagyon diplomatikus válasz volt. Bánhidi Márk azt mondja, ha valaki egy frissen végzett diplomás mérnök, lehet, hogy Márk az, vagy lesz. Minden esetre milyen lehetőségek vannak az F1-be bekerülni? Erről ugye nagyon hosszan beszéltél, amikor először jártál nálunk, én úgy emlékszem. Tehát ugye azt is javasolhatnánk Márknak, hogy keresse vissza és hallgassa vissza azt az adást, de mégis egy-két mondatban azért válaszolnál most is. Mit csináljon az ember? Dönts el. Én azt szoktam mondani, hogy ha nekem sikerült, akkor mindenkinek fog. Ahogyan meg kell hozni meg kell hozni a döntést, és el kell indulni abba az irányba. Azt tudom mondani, írjon rám Messengeren, és valamikor dumáljunk egy 10 percet, mert tehát elmondani ezt hosszú. De egyébként a lényege az az egésznek, hogy meg kell hozni a döntést, hogy ebben akar az ember dolgozni, és el kell indulni abba az irányba. Nem fogsz rögtön az F1-es csapatba bekerülni, de el kell indulni a motorsport irányába. Attól függően, hogy milyen vonalon mozogsz, ha lehet, akkor az elektromos vonalat választ. Mert unalmas, meg nagyon lassan van üresedés. Nagyon kevés a pozíció. Úgyhogy inkább mechanika, aero. Ja, de bocsánat, az aero, arra mondtad egyszer, hogy az ilyen fekete mágia. Igen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt lenne már az ideje annak, hogy elkészül az F1-es utikalauz stopposoknak by Jánvári Zsolt című könyv. Nem kell, hogy elkészüljön, mert én viszont van olyan ember, akit leszoktam pattintani, mert azt is szoktam mondani, hogyha valaki arra kérte, hogy beissja a Google-ba, hogy hogyan legyek F1-es mérnök, nem biztos, hogy az F1-es csapatok akarna dolgozni. Ezt kérjük leírni egy könyvben. Ezzel fog kezdődni. Na de ez itt nyilván más, most nem Márkot akarom védeni, de hát ugye mégiscsak ezt tőled megkérdezheti valaki. Nem, abszolút, nem őrá értettem, de volt olyan ember, aki olyan habitussal keresett meg, hogy gyakorlatilag, hogy intéznek el melót. Intézzem el út. Intézzem el, hogy őt tehát hogy semmit nem tudott, és akkor roppant erőszakos stílusban, és neki ez lett a válaszom, hogy ne haragudj, hogy azt nem tudod, hogy kigooglizni, hogy hol hirdetnek a csapatok, ha engem kérdezem meg arról, hogy hol hirdetnek állást, akkor nem hiszem, hogy hozod azt a szintet, ahol egy F1-es csapat téged alkalmazni fog. Nincs sok kereső. De a Márknak is azt tudom mondani, hogy nagyon sok fiatal kollégámnak, írjál rám, valamikor összehozunk egy beszélgetést, ha van konkrét kérdésed, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, nagy vonalakban elmondom, de ez egész egyszerűen annyi, hogy meg kell hozni a döntést, hogy te ebbe akarsz dolgozni. No, Márk, hát felhatalmazást kaptál, hogy írj Zsoltinak. És nem kell megijedni attól sem, hogy ez áldozatokkal jár. Ez az, ami a legnagyobb probléma. Nagyon sokan azt gondolják, hogy azonnal a teljes bézzel folyó kállán következik. Nem. Az nem. Pokol következik, annak is a legkénkövesebb bugyrai következnek, ha akármit akarsz csinálni a formájban, nem véletlenül hívják ezt a motorsportot csúcsának, nem mindenkit engednek be oda, boldogot, boldogtalant, hogy ott szerencsét próbáljon habuba sütni. Le kell tenni az asztalra. Pontosan. Tehát az oda vezető út, az félreértés nehézség, ez nem úgy működik, hogy megindult a Jánvári Zsolt, és akkor két nap alatt kinyílt előtte a Forma egy kapuja, hanem amögött volt egy borzalmasan komoly szakmai háttér, volt mögötte, ami a legfontosabb, egy borzalmasan komoly és beton biztos és golyó biztos akarat. Ez a legfontosabb. Akarni kell, és volt mögötte, hogy mondják, volt mögötte vér, veríték és könnyek. Ezek is akarat, meg alázat kell hozzá, mert lesznek olyan részei a karrier, amikor rájössz, hogy ez amire nem biztos, hogy jó dolog. És itt szeretném megadni az alkalmat, hogy gyerekek, nyugodtan meg lehet engem keresni, rám lehet írni, általában mindig válaszolok mindenkinek, a kicsit késve is, úgyhogy ha bármi kérdés van, nyugodtan vagy a Formula Podcast csoportban is lehet, nyugodtan lökjétek oda a nevemet. Rendszeresen ott vagyok, rendszeresen figyelem, olvasom, hogyha kérdés van, nyugodtan írjatok rám, vagy ott igyekszek legjobb tudásom szerint válaszolni mindenkinek. No, hát hölgyeim és uraim, a lehetőség adott. Én pedig ugye megihletett, mondtad, a fickó akarta, hogy intéz neki állást az F1-be, szóval Sanyi, intéz nekem egy permanent passz, légy szíves, köszönöm. Hát ha ez így megy, akkor... Ha ez így megy, akkor így megy, nem? Ahelyett, hogy válaszolnál, fölteszem az utolsó kérdést, Cucor Mátyás szintén állandó kommentelünk fogalmazta meg. Azt mondja, hogy
Nem tudja, mennyire van rálátásod, biztos van. Azt mondja, az autó milyen paramétereit tudja a versenyző menet közben állítani. Itt hoz ilyen, azt mondja, biztos van akukisütés, töltés, motorfordulat, keverék, turbónyomás, de van-e még valami egzotikus, illetve egyáltalán ezek állítgathatóak a versenyző által? Előre beprogramozott üzemmódok vannak a motornál, nagyon helyesen írja Matyi, keverék, turbonyomás. Ugyanezek vannak a Diffinél, brake bias, tehát fékerő elosztás, de egyébként nagyon durván nem tud belenyúlni, mert azért nagyon be van határolva, hogy mit lehet és mit nem lehet. Emlékezzünk az ominózis esetre, mikor a Renault-nál kiszúrták a tévéképernyőn a brake balance állítását, úgyhogy közben... Ó, az vicces volt. Mind a két kezével fogta a kormányt. De vicces, de egyébként tudtunk róla. Nagyon sok csapatnál tudtak róla, hogy a Renault-nak van ez a rendszere, csak majd az óvást akkor nyújtjuk be, mikor mi is azt tudtunk belőle húzni. Ezzel kapcsolatban is volt itt. Nem óvogatunk itt feleslegesen. Csak azért, mert ők csalnak, azért nem majd, hogyha mi abban pontot tudunk csinálni, hogy megóvjuk őket, majd akkor óvunk. Így van. Ugye erről beszéltél elég részletesen a podcast közönség találkozóján is. Apropó, ugye kénytelen is vagyok gyorsan megemlíteni, hogy Sanyival már buzgón gondolkodunk az idei közönség találkozós programokon, úgyhogy ezzel kapcsolatban is tessék figyelni a Formula Podcast Facebook csoportot, és mással kapcsolatban is. Elfogytak a kérdéseink, az utolsó kérdés, Zsolti, én magam tenném föl, mikor jössz legközelebb? Bármikor állok szívesen rendelkezésetekre, hiszen nagyon jó a brigád, nagyon szeretem a szakmai széles skálán mozgó tudást és alázatot. Imádom a hülye humorotokat, nagyon szívesen. Kösz! Bármikor hozzátok, amikor csak hívtok, és annyit fűznék hozzá a közösség találkozóhoz, hogy ezúton is szeretném megköszönni, hogy elhívtatok, és mindenkinek nagyon ajánlom, hogy menjen el a következőre, mert ez fantasztikus volt. Az lenne a legjobb, te is. Még az is lehet, hogy az országos turné egyik másik állomására megpróbálunk elcseppészni téged, ha ennyit. Amennyiben van rá lehetőségem, és nem vagyok éppen úton valahol, vagy nem vagyok nagyon elhavazva, akkor természetesen állok rendelkezésetekre bármikor. Hát nagyon nagy öröm ezt hallani. Áldjon meg téged nagyságodért, ennyit tudunk mondani. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok a Formula Podcast 4. évadának első adásában, amelyben számos technikai érdekességet, illetve a mérnöki munkával kapcsolatos kulisszatitkot hallhattunk Jánvári Zsolt barátunktól. A következő adásunkig, mely minden bizonnyal a jövő héten érkezik, szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a folyamatosan megújulás alatt álló formula.hu nevű weboldalt, illetve noha már az ünnepek elmúltak, továbbra is meg lehet vásárolni szágúdás és cirkusz, valamint autósport évkönyv című szezon összefoglaló kiadványainkat, melyeket megtaláltok a webshopunkban, illetve különböző könyvesboltokban is, és ha jól értesültem, akkor még mindig lehet kapni a legfrissebb magazinunkat, a decemberi magazint, amelyben többek között az F1-es szezon zárásáról is olvashattok sok más mellett. Annyi maradt hátra, hogy az elnyűhetetlen Betlen Tamás, Hilbert Péter művészeti igazgató, illetve Fűzi András kép- és borítómágus nevében is megköszönjem még egyszer a figyelmet. De mielőtt elköszönnék, azt még mindenképpen elmondom, hogy a virtuális stúdió másik fertájában ülő Mészáros Sándort mindenképpen kövessétek a közösségi médiában. Azonosítója Me Sándor, tehát M.E. Sándor, Twitter, Facebook, Instagram, cuppanjatok rá Sanyira. Csak ne szerénykedjél, ugyanis követhet és ez egy újdonság, ami a 2022-es év végén került bevezetésre, követhető, kommentelhető, istenithető a Facebookon Gellérfi Gergő is, aki Gellérfi Gergő F1 név alatt, vagy account alatt indította el újságírói profilját. Ez rendkívül megtisztelő. Igen, tulajdonképpen engem is követhettek, hogyha lehet, akkor ne a nyílt utcán, de tulajdonképpen az is belefér. Ezt csak Szegeden tudjátok megtenni. No, tényleg ennyik voltunk mára, köszönjük még egyszer a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok! És Zsolti, köszi, hogy itt voltál. Bármikor, sziasztok! Ciao, boldog új évet, sziasztok! A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.